Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra. Múlt pontosan 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hú, ez még egy kicsit szoknunk kell azért. Hello, Jani. Sziasztok, jó reggel. Hello, Feri. Szevasztok. Hú, nem olyan, mint Nesprújtban, mi? Nem, nagyon nem. Mi már nem ott vagyunk. Ez már más. A felüljáró. Ó, az ülői út. Ó, a stúdió. Ó, minden. Hál' Istennek, ennek egy része még nem látszik. Ha és a minden. Sötét miatt. Igen, most rájöttem már egyébként, hogy ott nagyon hiányzott, meg ott jó volt látni mindent, ami itthon van, aztán hazajössz, teszel egy kört, és rájössz, hogy na jó, nem. Na jó, tévedtem. Igen, hogy vannak dolgok, amik nem változnak. Vannak dolgok, amik ugyanolyan rondák, mint amikor voltak. Ilyen például ez a bejárat itt, meg ez a felüljáró. Szóval, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz. Na, milyen itthon? Szokod? Hát, fura volt. Én nagyon örültem neki, hogy hazajöttünk végre. Ott is jó volt, itthon is nagyon jó. Mindegyik helynek megvannak a maga előnyei. Azért találkozni 6 hét után végre a családdal, meg a lányommal, aki már egy fél fejjel magasabb nálam, azért elég nagy élmény, azt gondolom. Másfelől meg persze fura volt, hogy azért megérkezünk a repülőtérre, és akkor tolom lefelé a kis kocsit, a kis 60 kiló cuccal, és hirtelen elfogy a beton, és ilyen kis kátyuk, meg lyukak jelennek meg így a járdában, és nem tudom tovább tolni a kocsit, és Budapest nemzetközi repülőtér, ugye? Azt láttam, hogy ott szenvedsz fel még idéig, aztán nem tudtad, hova tedd vissza. Fura volt, aztán le kellett jönni a patkáról, és akkor de mindegy, ettől függetlenül természetesen ezek a kis problémák, ugye, eltörpülnek, így van. Kifogyott, mert itt van tél, tudod, ez nem Afrika, itt van tél, látod? Ja, tényleg, igen, de az a tavalyi tél. Akkor is kifagyott. Igen. És hát csomagok az asztalon, de milyen szépen rend. Ki tett rendet az asztalomon? Nem tett rendet senki? Valaki hozzányúlt az asztalot bent. Nem, hát nem voltál itt, hogy rendetlenséget csinálj. Ja, hogy rendet tett valaki az elmenetelnél, és azóta ez úgy maradt meg, hogy... Vélhetőleg még Jani, és azóta pedig csend, nyugalom, honol a szerkesztői szobában. Úgy maradt. Ja, gyerekek, azért saját ágyban aludni, saját fürdőben zuhanyozni, saját, nem tudom, ruhákba belebújni végre, nem ilyen szponzorruhák, szóval azért ez jó, köszönni a kis autódnak, amivel lemerült az aksi természetesen. Saját feleséggel nyugovóra térni. Saját feleséggel nyugovóra térni, igen, szuszogás, hallgatni magad mellett végre, nem egyedül aludni, azért ezek mind-mind nagyon jó élmények. Természetesen az autóm azonnal cserbe hagyott, lemerült az aksi. Nem tudom, ilyet egy német autó nem csinál, gyerekek. Hát igen. A kutya fáját, hát nem csinál. Tovább megyek, még egy olasz se. 6 hét állt a garázsban, nem volt hideg, nem esett hó a tetejére, nem voltak mínuszok. Nem hagytad úgy a rádiót, hogy nem unatkozol. Annyi elektronika megy benne, meg a riasztó, meg nem tudom, hogy egyszerűen meghalt az akkumulátor, úgyhogy két-három napja nem ültem még a saját autómmal sem, mert nem tudtam elindítani. Mert be kell bikáznom, meg bikázókábel, meg Isten, milyen régi élményeket hoz ez, bikázókábel, hát szörnyű. Hát, és azért valljunk be őszintén, hogy a kis német autó, amit ott használtunk, hanem tesztüzemmódban használtunk 6 héten keresztül, hát azért az bírta. Az bírta. Egy egyes Golf volt, hanem egy Volkswagen Polo, egy 1.3-as kis fehér négyajtós automata, nem autó, sima manuális, ötsebességes. Hát utolsó két labban gyakorlatilag felnél jártunk már rajta. És még egyébként a kocsit, vagy azt mondták, nem tudjuk, hogy elmenekültünk a parkolóból, ott letettük az autót, és pedig bemenekültünk a repülőtérbe, és a repülőtér is alig vártuk már, hogy elrugaszkodjon a gépmadárra, hogy szoktak ilyen pátoszosan mondani, a Nesprüti talajtól, és hát nem tudjuk, majd megkérdezzük a kollégát, hogy sikerült-e. Nem hívott az űrge, nekem megadták a számomat, aminek nem is annyira örültem, mert az űrge nem hívott, mondta, hogy hol az autó, mondom, valahol kint a parkolóban balra. Igen, felvette a check-in pultnál, és aztán elment, de nem hívott, azzal próbáltam őt vigasztani, hogy a tank tele van, tudod, az elterelő hadművelet, de nem hamusztunk be. Igaz, hogy kipufogó kiukat a harmadik napon, mert odavágtam véletlenül az alját a terepen, mert ugye nem lehetett elkerülni. Azt ugye ti láttátok, hogy egy elég nagy terepes, 20 perces terepen kellett lemenni a táborig. Úgyhogy a kipufogó kiukat, de nem hívta, kétségbe esettem. Még azért ott fél óráig elérhetőek voltunk. Még próbálja földolgozni, igen, a csávó a károkat szerintem. Hogy mit látott abban az autóban, igen. Úgyhogy egyelőre az úgy néz ki, hogy sikerült leadni. De hát látom, itthon igazából semmi nem változik. Ugyanazok a tévéműsorok, rádióműsorok, hírek, napi újságok, bulvársz, az emberi
pillanatok alatt visszazökke, már az tűnik álomszerűnek, és ez tűnik újra valósnak. Ugye, új tévéműsorok lesznek, végre visszatér a Szulejmán, a hallgatókért megnő a örömére. Szerdán megkapják újra a Szulejmán? Visszakapják, hát persze, nálatok dübörög a doktor Tóth Mától, vagy mi a vudú bábukat kihúzzák belőlünk, hogy nem mi tehetünk róla, elmúlik a hátfájásról, meg a gerincfájásról, meg kihúzzák a vudú bábut. Igen, belenéztem egy-két tehetségkutatóba is, úgyhogy de végig nyálasztam mindenféle tévéműsort. Mit hattatok ott? Volt-e pánikszerű menekülés a hazaérkezéskor? Tehát, hogy nagyon kellett sietni. Csak kapkodás. Azért, mert ugye mind a kettőtöket ismerlek, tehát tudom, hogy te a kellő anyagsággal kezeled azt, hogy nálam van-e a repülőjegy. Én már elég sok mindent ott hagytam, már rájöttem a szobában. Igen, mert azt hittem, hogy én még visszamegyek, aztán a Jani már zárt, és én már nem mentem vissza, és még egy-két dolog az így ott marad, de nem fontos dolgok. Neked az ajándékokat hagytuk ott, azért majdnem, hogy mentünk a repülőtérre, onnan kellett visszafordulni. Nagyon jó. Veszélybe került a gépelérés, aminek azért ott nem örülsz. Ha már jönni kell, tudod, igen, akkor már túl lennél rajta. Nekem az elsőt lekésed, akkor borul akkor az egész. Akkor borul minden, akkor azt átcsekkolni, de elértük, aztán egészen jól kiértünk. Úgyhogy ilyen kisebb dolgok maradtak a szobában, komolyabbak nem. Meg jó, hogy visszamentük az ajándékomért, mert aztán kiderült, hogy a Balázs mégiscsak ragaszkodik ahhoz a picit elnyűjtő csukához, amit ott hagyott bent a szállodában, ami egyébként igen, már itt van bent nálam a szerkesztőség, ma viszem a 32-esek terére megcsináltatni. Úgyhogy a kis bakancsomat? Persze, úgyis el kell mennem, egy picit rát kell alakítani ezt a szamaszt, és akkor beviszem a cipőt, és akkor rakhatunk rá egy új talpat, és akkor megint elégedett arccal viselheti majd, szereti. Csak aztán azt mondta, hogy most már ott hagyja, de visszamentünk, és akkor azt mondta, hogy akkor mégse. Úgyhogy, de igen, olyan nagyon komoly dolgok nem maradtak nem, ott. Nagyon nem. Rettenetesen másnaposan utaztam, az valami elképesztő volt. Ittatok, fúj! Hát, szörnyűek voltak. Többször rákérdeztem, hogy indokolt ez a tempó. És ugye pont ellenkező előjelű volt a dolog, mint amit megszoktam az elmúlt 6 hétben, mert akkor is kérdeztem, hogy indokolt ez a tempó, csak akkor nagyon gyorsan mentünk. Most meg nagyon lassan. Mentem a középső sávban, picit még talán azért így másnaposan, nem tudom, akkor mennyi vére alkohol van az ember szervezet, és azt mondta, hogy balról jobbról minden autó leelőz. És mondja, miért előzne minden autó? Ez kérdezi, hogy 40-nel ment. És akkor mondtam neki, azért, mert lassabb vagy mindenki. Kapaszkodtam. Igen, hát hajnali 6-kor még sikerült a Wall Street farkas a lépcső lemenetelét eljátszanom, hogy én vagyok Leonardo DiCaprio szerinte. Az mennyire? A szálloda lépcsőből megmutatom, hogy le tudok úgy jönni, mint Leonardo DiCaprio hogy Wall Street. Sikerült? Egyébként egészen jó dokumentumok vannak. Egészen jó dokumentumok vannak rajta. Voltunk ott páran, de azt mondták, hogy egészen meggyőző volt a leérkezésem. Ahogy a lépcső tetéről lejöttem az alsó szintre. Ilyenkor stábtagok mindenki együtt csap a buliba, vagy azért elhatárolódtatok, és egy külön belső nem, stábtagok együtt. Ez egy stábuli volt, és aztán ugye, ahogy oszlik a dolog, már így ránk jött a hajnal, akkor így 5-6 körül így mindenki már így kisebb klikkekben. Kisebb klikkekben vagy vissza a szállodába, vagy még egy kicsit be a szobába, és akkor ott még további mindenféle dolgok használata, vagy pedig ugye hát így még ott a szórakozó, mi már átjöttünk a szállodába, de ott mondtam, hogy akkor ott még megmutatom, hogy kell lejönni a lépcsőn. Én jól lejönni voltam, és jól tettem, mert én voltam az angyal a bal vállán, aki mindig így mondogatta neki, hogy még van 300 méter a repülőtérig, most szerintem ne fotózzunk már több impalát, mert 20 perc múlva be kell csekkolni, és még le kell fóliáztatni a bőröndöket, és akkor, hogy ha? Jó, akkor induljunk. Megálltam, megálltam. Szép volt. És álltam 5 percet, igen. A reptére befelé vezető úton, két ilyen hatalmas zsiráf van a kapuban, már ilyen műzsiráfokat, impalák legelnek a Krüger Nemzeti Parknak a repterén, csak hogy felvedd a fordulatszámot, hogy tényleg egy nemzeti parkba érkeztél. És tényleg azok. És tényleg ilyen 20-30 impala ott a szélén ott úgy legelget. Megálltam, aztán 5 perc után rájöttem, hogy most állok már 5 perc, akkor tovább kéne menni. Mert hogy nem biztos, hogy jó, hogy itt állok. Szóval az még nem ment olyan flottul. Aztán Johannesburgban már ittem egy kávét, megettem valamit, ott kezdtem először úgy felfogni, hogy hol vagyok. De ott már csak nem csak hesszeltem a kirakatokon, meg egyet, ott már egész jól voltam, nem? És mire beszálltunk a tengeren túliba, vagy hát a nagy gépbe, ott már kifejezetten igen, jó voltam. És ott el is aludtál gondolom. Cserélgették előtte az aktuális ételeket, tudod. Arra mindig volt elég ereje, hogy rendeljen, megenni már nem, tudod. Megrendeltek, kihozták, és akkor tudod, nézek magam elé, ott fogyasztottam, és akkor így nézek magam elé, és azt látom, hogy a csirkecom felett ott horpasz. Rettenetesen elaludtam. Kérünk-e még egy kis alkoholt, mondom, rá sem bírok nézni, mert tényleg elég jól sikerült. Aztán megérkeztünk, és hát örömmel konstatáltuk azért, hogy megúsztuk ezt a dolgot. Szóval, hogy mire... Melyiket? Hát mondtam, hogy nem lesz semmi. Nagyon rendes vagy. Örültem. Mire leszálltunk már oda, addigra azt éreztem, hogy ha most végig kell mennem azon, ami neked, 6 hét után, meg 2 hét után még csak-csak.
De 6 hét után ezen végig kell menni, akkor mondom, úristen. De agyaltatok, hogy vajon lesz-e valami? Nem, hittünk benned, hogy... Vagy, megígértem. Hogy nem, biztos, hogy nem fog semmit csinálni, mert hát Frankfurtba vártak. Tudja, hogy nem örülnék neki annyira. Leszálltunk. Ezek után. Leszálltunk a gépről Frankfurtban, ott volt egy órás átszásunk, és rendőrök álltak a kapuba. A, ugye nem is a check-in kapu, hanem hogy kiszállsz a gépből, és végigmész a folyosón, nyílik egy ajtó, és ott állt 3 német rendőr. És mondtátok, ez mekkora csávó már Frankfurtba elintézte. És eszembe jutott, hogy csak nem. Tehát, hogy így, basszus, csak nem. És jönnek rendőrök, de aztán nem ránk vártak. Valakire nem. Nagyon vártak egyébként, azt annak nem lehetett jó leszállása. Igen. De nem ránk. Aki nem kezdődött jól a napja. Készenléti rendőrség ott vár. És amikor azt megúsztátok, akkor még bennetek volt, hogy na majd itthon? Akkor még ott volt a zöld folyosó Budapesten, akkor megjöttek a csomagok, zöld folyosón nem állt senki, akkor mondom, lehet, hogy nem a zöld folyosón áll, hanem kint áll valamiféle őrültaxis, vagy hát aztán... Aztán egészen elértünk a kocsihoz, és nekem a kocsiknál kezdett először leesni, hogy na talán lehet, hogy nem. Otthon még benéztünk a fürdőszobába, hogy de hát, ott ha, se volt de nem lapult senki ott. Nem akartam, azért 6 hét után vár a gyerek. Jönnétek ki, egynapos utazás, mondom, rendes leszek, békén hagylak benneteket. Igen, és ott a kocsinál beültünk, elindult az autó, és akkor mondom, na jó, van, akkor rendes volt. Itthon vagyunk. Itthon vagyunk, most már nem nagyon lehet semmi. Egy ország izgula azért, hogy mi van a ketlebelekkel, vagy azzal egyet vettél? Egyel. Elástátok? Volt rituális elásás? Úgy volt, hogy elássuk, aztán ugye valami egy picit többet aludt aznap reggel, és akkor úgy döntöttem, hogy egyedül nem fogok neki látni a dolognak, meg is szerettem, úgyhogy hazakerült velünk együtt, átkozódtak valószínűleg a csomagosok, amikor rakták egyik helyről a másikra, hogy igen, hogy jó éves anyádat, mit raktál, ebbe gondolhatták. 3-kor kellett elindulni, mindenki délelőtt még ajándékot vett, meg minden néhány olyan stábtaggal, akivel azért eléggé csúnyán elintéztük munkat, 1:30-kor én még félmesszül álltam a recepción valamit intézni éppen. Úgyhogy 3-kor már el kellett volna indulni, és még lett volna egy kocsi visszaadás, egy ajándékvásárlás, egy kicsekkolás, nem tudom, és valamit én még nagyon intéztem 1:30-kor. Egy farmerul, meg egy bakancsban. Elbúcsúztál a barátaitól, akik 6 hétig vigyáztak rá. Iszonyatos migréne, iszonyatos fejfájással, úgyhogy nem tudtuk ezt. Az elásást ezt nem tudtuk megcsinálni. Janit átküldtem, adottam a bankkártyámat, hogy vegyen egy táskát, mindegy milyen, csak vegyen egy táskát, és akkor abból bepakoltunk, és abból hazahoztuk. Akkor hát aki pakolt, az valóban nem annyira örül. Nem volt boldog. A Facebook oldalunkon, illetve az Instagramon látható egy fotó, ami egy gépnek a hajtóművét, legalábbis 2 abból mutat, és alatt egy hatalmas, szép csillogó-villogó város, az Johannesburg. Ez tényleg azt a pillanatot ábrázolja, amely nézzétek meg, és ha tetszik, lájkoljátok, szerintünk egész jó kép. Azt a pillanatot ábrázolja, amikor ténylegesen elhagytuk Afrikát. Tehát, hogy ott az előttünk vagy alattunk az Johannesburgnak a külvárosa, és hát azért közben is készült rengeteg egész jó fotó ezeknek egy részét majd Bali fel fogja tenni az általa rendezgetett, szervezgetett, gondozgatott Instagramra. Hát csak mondom, hogy ezek közül az egyik legjobb az, amikor ugye a Nelspruit repülőtéren felszálltunk egy kisebb gépre, és ilyen kis 3-as sorok voltak, és kifogtam egy mamát, persze Balázs a legszélén ült, én pedig középen. Mama pedig viszonylag nehezen fért el abban az ülésben. 400 kilós volt körülbelül. De ahogy oda mentünk, és benézni, hát oké, megnyertük. Szóltál neki, hogy ne tessék aggódni, át tetszett folyni az ülésen. Egy picit nagyon küzdött, és azért egy ilyen 5, mondjuk egy bruttó 10, nettó 8 perc alatt sikerült bekötni az övét. Mert nem érte át. Ilyen 150 kilós volt. Hoztak neki, van egy pótló. Nem, szerintem ahhoz túl hiú volt. Utána pedig körbejöttek a stewardessek, megkérték, hogy ki milyen ropogtatnivalót kíván, és csodák csodája, chipset kért és kólát. és sokat. Erről készült egyébként egy kép, úgy csináltuk meg, hogy egy szelfinek álcázott közös 3-as kép lett belőle. Nagyon-nagyon jól sikerült. Nagyon csinosak vagyunk. Megvan, azt még föl tudom patintani. Csak mondom, hogy már lassan 14 000-en vagyunk. Őrületes szám már az Instagramon. Valami 5 000-el indultunk. A Facebook 300 000 körül van lassan, mindjárt utoléri. Gyerekek, még egy kicsi, néhányan kell, hogy rátaláljanak az Instagramra, és akkor már utolérik. A Facebook oldalunk lájkolásával mostanában azért egy picit így lemaradtak a kedves hallgatóink, mert már úgy láttam, hogy elég sokan elhúztak mellettünk, 283 000-en vagyunk, legyen már meg karácsonyig 300, ugye? Jó? De tényleg. A papagáj még egy hétig létezett volna, az is lenyomott volna minket. Ja, igen. Az mennyivel zárt? 120?
110 valahogy azt mondja, hogy igen, elég komoly volt. Elég komoly volt. Igen, amikor kinyírtuk. Vele most nem tudom, mi lehet, valószínűleg bekerült abba az őrültek házába, amit állatoknak tartanak fent Afrikában, mert hogy teljesen megkattant a végére. Úgy, hogy gyűlöltem azt a papagájt. 110-ben állt meg amúgy. Idegesítő egy madár volt egyébként. Szörnyű volt. Az elején nagyon kedves volt, és aztán tényleg megőrült. Lehet, hogy ő is megutált ezt a kamera, megint izé, adás, hagyjatok békén. Nem maceráztad ott egy kicsit, nem húzgáltad a farktollait? Nem. Állandóan kaját adtuk, mindig jól tartottuk, és egy ilyen igazán rossz indulatú, ilyen agresszív. Rettenetesen, amikor hozzányúltál, és mondjuk nem valamilyen szintetikus anyagot adtál neki, egy tollat, egy kabátgombot, egy cipzárt, vagy ilyesmit, hanem rendes kaját, amivel állítólag élnek a papagájok, akkor elkezdett rikácsolni, meg belé csípett. Nagyon fura lett. Fura lett a végére, nem tudjuk, mit szívott. Na jól van, behozom a laptopomat, hogy lássam, mit írnak a mi drága hallgatóink. Gyerekek, elmaradt tegnap a Djokovic Federer, hát annyira sajnáltam. Hát majd erről beszélhetünk, hogy egy gyáva kukac a te Rozsén. Hogy én akkor is kiállok egy ilyenre, ha levágták a lábam előtte, akkor fél lábon utugrálok. Ha nincs kezem, akkor a fogammal tartom az ütőt, mert neki pont erre értem haza, hogy Roger beszél az O2 arénával Londonban. Mondom, ez most valami ismétlés, vagy ő saját magát konferálja, vagy mi? És aztán hallogattam, hogy mit mond, és akkor kiderült, hogy hát nem akar ő pályára lépni. Bizony. Azt a csalódást. De miért nem akar pályára lépni? Fájt sérülés. Ja, sérülés. Hátacskája. Hátacskája egy kicsit fájdogált neki. Na jó, de hát ilyet nem csinálsz, akkor is kimész. És mert nem ismeri a magyar kalmópirin. Bizony. Hát, azt ugye? Az mindenre jó. Így van. És kalmópirin. Hát miért nem szeri? Nem ismeri ezt a csodaszer? Kalmópiren Nikofax. Kézzel ATP világbajnoki döntő, az év két legjobb játékosa, és elmaradt. Hát és akkor ilyenkor megnyeri a Gyokó? Meg. A övé, persze. Ugye? Hát ilyenkor bármi történik, ha az ellenfél nem áll ki, az ugyanúgy a pénzdíja, behúzzák neki, átveszi a kupát, igen. De lehet, hogy simán, hogy Gyokó is egyébként lemondta volna, csak ment befelé éppen az arénába, hogy lemondja, és akkor csak hallod csak? Hallod? Fie. Picit lassítsuk már, hallod, mit mond? Hallod, lemondja. Behúztam. Így behúzta, sajnos. Igen, Murrayt riasztották, aki szerintem már otthon aludt az ágyába, hogy Murray, gyere játsszál már egyet, mert ugye ő skót tulajdonképpen, és hát nyilván Londonban is van 4 darab lakása. És akkor fölhívták 2 órára, hogy gyere már üssé, megyed. Halljatok már, gyere már üssé, nagyon megyek. Hát, megnyered. Hát ilyen, azt tudják riasztani, tudod, és akkor egy bemutató meccset játszottak. Meccs. Meg játszott jaj, de jó, beosztátok a gépemet, köszönöm. Játszott a McEnroe is valakivel, csak azt én már nem néztem, én most annak mi értelme, most egy ilyen bemutató meccsén azokat annyira nem szeretem, úgyhogy Murray Gyokó lett. Gondolom, Gyokó megverte a Murrayt. Amutat, hagynod kell magad. Azért ez nem rossz, megveszett egy jegyet mondjuk 6 kilóért, 800-ért, 1 millióért, bárhol jegyeket, 1 milliótért kijön. De nem fütyülték ki, nagyon rendesek voltak, mindenki más kifütyültek volna. Még a Rozsét nem fütyülték ki, tehát elmondta, hogy ne haragudjanak, és sajnálja, és az ő korában ez már komolyabb sérülés, és lehet, ha most ezzel játszik. De most így még eléri azt a csatlakozást, amivel hamarabb találkozhat a családjával. Így van, igen. Lóvéval meg vagyok ideig. A második helyzetnek való lóvét behúztam. De már Davis kupa van szerintem, és emiatt nem játszott ő. Még Davis kupát nem nyert. És arra készül. Igen, és most hétvégén a franciák a Davis kupa döntő van, neki ez még hiányzik, és szerintem ha játszott volna, akkor már nem tudott volna a Davis kupát játszani, így akkor a kisebb rosszat választott, hogy ATP világbajnokságban van neki már X, Davis kupából még egy se, és hát ha így pénteken rajtasz tud állni. Pénteken vagy szombaton, nem tudom, mikor játszák a döntőt a franciákkal. Hát mindegy, taktikázunk. Kicsit szerintem nyilván ebben a Davis kupa is benne volt. Igen, minden esetre nagy csalódás volt. Úgyhogy, hát ez van. Na jó van. Ákos, jó reggelt, hello! Boldog magyar reggelt nektek, szevasz! Boldog magyar reggelt, húha! Másik rádióban lenni. Esik az eső, Zsül egyébként afrikás pólóban tüntetőleg, azt nem tudom, láttátok. Tökre jó, hogy ő még kicsit ott van lélekben. Én érzem, hogy ő még ott van. Figyelj, Zsül a legnagyobb partiac volt itt a 6 évben. Jött, ment, bandázott. Nem, mindig mindenki ismerkedett, ide utazott, oda utazott, nagyon partiarc volt. Igen, felnyitottam a garázskaput, orvos köcitálás fogadott, 1 méteres látótávolság a kör miatt, és én rájöttem, hogy hello, nem? Tehát, hogy ilyen, itthon vagy. Csak az a fura, hogy kívülről befelé nézett, és bent a garázsban volt az ónos köcitálás. Ez a nagyobb probléma, hogy megint kellett hívni az ácsokat. Szóval elolvastam, hogy mit ír a napi sajtó, meg a heti lapok, meg a napi lapok, meg a politikai lapok, meg a NAV, meg a nem tudom, és akkor rájöttem, hogy jó van, itthon vagyok. De jó, újra itthon. Mennyire kiestem ebből 6 hét alatt? Én nagyon őszintén mondom, hogy én a 6 hét alatt hihetetlenül kevés itthoni hírt olvastam el. Tehát, hogy a politikáról semmit nem tudtam, visszajöttem, és akkor így hirtelen elkezdtem olvasgatni. Minden rendben van, János, minden jó, van, oké.
ugyanaz a sín. Kellett nekem egy kicsit a rádió miatt, de igen, itt valahogy te ott egy kicsit eltávolodsz mindentől, és elolvasod, de azt mondod, hogy mindegy, de úgyse vagyok ott. Kicsit olyan, mintha nem a te országod lenne. Ha hazajössz, és itt bármit olvasol, sokkal jobban megéri, mert itthon vagy, ebben élsz. Ott nem ebben élsz. Tehát ott 6 hétig inkább abban vagy. Na mindegy, jól vagy? Meg vagyok, köszönöm szépen. Nyertünk valami foci meccset, hallottam? Nyertünk foci meccset, igen. Egy-egy nullácska. Igen, egy-egy nullácskát behúztam. Gera bácsi befejelte, hallottam? Igen, az azért elég szép volt, és ugye 85. percben, tehát mikor már lemondtak volna az egészről, már a szurkolók is azt mondták, hogy na hát akkor marad a 0-0, és akkor kaptunk egy... Na, és végre. Akkor most valaki egy mondatban mondja nekem, hogy ez most mit jelent akkor? VB pótselejtező. VB? Ez pótselejtezőt jelent, igen. Tehát valakivel játszunk, aki szintén pótselejtezős, és ha azt megverjük, akkor kim vagyunk én a VB? Én annyi a különbség, hogy EB. De egyébként pótselejtező. Azért kérdezem viszont a VB-re, hogy én is EB-re tudok. De engem mindenem megvezette. Nem voltam itthon, fogalmas. Fogjuk arra. Én ezt 6 hét előtt sem tudtam volna. Szóval EB pótselejtező. Így van. Mindegy. Magyar csapat, hajrá. Hát ott nagyon kéne nyerni, igen. Gyerekek, én ezt a Dárdait bírom. Úgyhogy nem is. Nagyon jó fej. Nekem ez annyira szimpatikus. És minden tud előre, úgyhogy érdemes vele beszélgetni. Már számokat is. Egy góllal többet rugunk, akkor nyerünk. Ja, mondja már meg, hogy a GoPro részvények 79-ről feljebb mennek egy kicsit, mert most egy picit beestek, és te most 3%-ot erősödött pénteken. Várható-e még némi erősödés, mert akkor beruháznánk. Minden tud már, mit tudni nem? Hát előre megmondta, hogy igazából vagy Isten, vagy a játékvezető veheti el a magyaroktól ezt a meccset. Azt a kutya fáj. De azért ne bízzuk el magunkat, úgy kezdte, aztán végül sikerült a 85-ben azt az egy kis fejest. Aha, de mi ellenünk fújtak a meccsen? Nem volt semmi ilyen, csak ő azt mondta, hogy bizakodhatunk, tehát, hogy nem úgy kell nekiállni a meccsnek, hogy a 20. perctől utáljuk a magyarokat, a szurkolókat is arra kérte, hogy legyenek türelmesek, egyébként azok is voltak. Tehát, ez a Pali szimpatikus valahogy, nagyon, nem? Nagyon, nem nagyon. Az a klasszik foci edző, a Szocsi, a káromkodás, igen, a, nagy pocak, a rosszakó, öltöny, rosszakó fehér zokni, tehát nem ez a típusú edző, hanem a visszafogott, kellemes, jó kiállású, igen. Szimpatikus, nem? Az egész Paliban van valami olyan, amitől ilyen európai lesz ez a futball, amit mi játszunk. Jó, hát nem? Idéglenesen könnyű ezt csinálni, mert hogy nem tudjuk, hogy vállalja a továbbiakban. Kis össze van most azt mondja, gyerekek, ennyire szerződtem, köszönöm, én megtettem, hozzátok vissza a szotyizós ordibálost. Na jól van, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig játszunk majd a hírek után, úgyhogy ha valaki érzi az energiát magában, hogy már így az első hétfő reggelünkön itt Magyarországon agyonverjen bennünket, akkor tegye meg, egészen nyugodtan előtte jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Hello. Hello drága hallgatók. Majd még itt a hangzáson állítunk magunknak egy kicsit. De mi itt vagyunk, és M3-as vezető totál belassulva befelé. Pinyó küldte nekünk Győr és Gönyű között Győr-Szent Ivánnál Fehérszeádból mérnek. Harci üzeni. Egyre nagyobb a dugó, a 10-es úton Budapest felé, Léci, beszéltek a témáról, mert egyre rosszabb a helyzet, és semmi nem történik Szandra Dorogról. Ajjaj. Hát nem úgy volt, mert elkezdik? Elkezdték, nem? Elkezdték. Hát, hát de nem, azt írják, hogy nem csinálunk semmit. Na holnap akkor foglalkozunk a témával kicsit, jó? Megint ráfírtatunk. Megkérdezzük. De nem veszítünk igazából semmit. Jó, de most játszunk, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Beáta vagyok Győrből. Csak mondom, bocsánat, hogy 6 hét után ez volt az első, mikor egyszerre kezdtünk egyszerre. Valamit. Tényleg, de a végére már összehangolódtatok. Igen. Bea, hello, jó reggelt! Hello! Isten hozott benneteket Magyarországon. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, újra itt vagyunk, és egyébként és sokáig jó. Maradunk. Sokáig maradunk, és jó, jól is érezzük magunkat itthon, igen. Neki családozott, jó is volt. Bea, honnan hívsz? Minket Győrből, azt mondtad, ugye? Így van. Mit csinálsz ott? Dolgozom. Már bent? Így van. Na, mit? Varrónő vagyok. Varrónőként dolgozol egy varrodában. Így van. Az nagyon jó. Egyedül? Nem, kollégákkal. Többen vagyok. Többen vagytok. Jól van, Bea, kivel szeretni játszani? Veled, Balázs. Na, üssük tényleg, szegény. Nincs elég bajom. Hát most én szokom az itthoni levegőt.
még új a stúdió, bemutatkozom újra a kollégáknak, akik nem köszönnek vissza. Most esett utálnak, haza. Akkor se szeretek, mikor elmentem, most még jobban utálnak, hogy látták a műsort, hogy milyen vagyok. Hát annyi bajom van itt kora reggel. Hát. Nem baj, nézzük meg Balázs, hogy fölülsz arra a Szamára, vagy visszamész kapirgálni. Hol tartok? Gyerekek, hol vagyok? A Szamár mellett ballaksz. Igen. Fölülhetek a Szamárra? Uh-huh. Kijöttem a csirkeolból? Az ki, a múlt héten kijöttél, és igen, a Szamár mellett vagy most. Tehát vagy fölülsz, mondjuk vagy háttal. Háttal, még háttal. De fölülhetsz. Háttal, de föl vagy vissza a csirkeolba, vagy ez a tér? Vagy vissza ganyézni. Megyek vissza ganyézni. Na jó, meglátjuk akkor, nagyon kell gyerekek. Ezen a héten a lóig el akarok jutni. Ki akarok lovagolni terepre. Ahhoz nem, mert ha ötször játszom, akkor se sikerül. Yeah. Igen. Akkor igen. Csak bemeltek az istállóba. Felszer számozhatod igen. Az állatot. Ott tartok nagyjából. Na jól van, Jani. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok. Kérdezzek, vagy kérdeznél? Szeretnék kérdezni. Szeretnék kérdezni? Így van. Na figyelek. Hogy telt az első napod, mikor hazaértél? Nagyon jól, köszönöm szépen. Kis családod, megölelgetted. Megölelgettem őket, játszottam rengeteget a gyerekkel, már nagyon hiányzott, játszottam rengeteget a feleségemmel. Már az is nagyon hiányzott. És úgyhogy... mi történt a repülőtéren? A repülőtéren képzeld el, hogy semmi, Feri jó arc volt, nem... Látjátok, nagyon rendes ember. Így van. Én nagyon. És a Balázs milyen rendes. És megint kimondtam a nemet neked. Elment a fél fülem is. Pedig milyen nagy lendülettel kezdtem, milyen jól csináltam. Jó milyen volt, jó volt. Volt, na irány a tyúkol. Ezt egyszerűen nem hiszem. Irány kapirgálni. Szép volt, de... Jaj. 35 másodpercig dübörgött a srác. Pedig hogy meneteltem előre? Nagyon magabiztos voltál. Kikerült el azt a csapdát, hogy a gyerek. A hogy gyerek. Nyilván ugye azonnal az ember mindig ellágyulok, aha. Igen. Rájöttem a Balázs gyönge pontjára. Csak az van, úgyhogy ezt most nem néz megtalálni. Az utóbbi hónapokban szinte csak az van. Nincsenek erős pontok, nincsenek jó pontok, nincsenek nyert meccsek, csak gyenge pontok. De mi a gyenge pont szerinted? Szerintem a családod, meg azt, hogy beszéltetni kell téged. Hát, ha beszéltetni kell, persze. Igen. Ez régen az én taktikám volt, de ez egy régi Balázs volt. Átvettem tőled. Ha, Bea, van egy pontod, gratulálunk, jó? Köszönöm szépen, további szép napot. Köszi, hogy itt voltál. Ciao. Sziasztok. Szia. Na hát egy oda. Hát nem is ez, hanem a tyúkol, érted? Aha, újra tyúkolban vagyok. Szeretne ott lenni. Domban. Pi, mondja csak. Pi, gyertek csak, tyúkocskák, gyertek csak. A rohadt életben. Mikor fogok lovagolni? Lóra ülni. Hát ez egy hosszú projekt lesz. Most visszamész a Szamárhoz, háttal fölülsz, utána előre fölülsz, aztán átmész a pónéhoz, felszerszámozott, fölülsz, és még a lónak a közelébe se vagy. Hú, gyerekek, elúsztam. Na jól van. Háj, 10-es út szokásos 20 perc, 3 kilométer. Kaptuk SMS-ben, valamint a BVSC úszodánál a centrum felé baleset volt, torlódás van, de utána már jól lehet haladni. Ezt Betty küldte nekünk. 3 perc van pontosan 7 óra, Ákos újra elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Hát jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk. Igen. Már Budapesten, Magyarországon, itt a Festői Üllőúton, ami annyira hiányzott, és amiről annyit beszéltünk, hogy de jó látni Skype-on keresztül, hogy mi a helyzet itt, aztán most meg az a helyzet, hogy már annyira mégse. Ugye, hogy nem jó, igen. Mégse. Nem, annyira messziről, nem. Messziről hiányzik, közelről már nem. Ahogy feljössz így a Népligetnél az aluljáróba, akkor abban a pillanatban így, mintha nem történt volna semmi az elmúlt 6 hétben. Ugyanott folytatod, ahol egyébként minden reggel folytattad, bemegyek a kedvenc pékségembe, megrendelem a kis kajákat, ezt, aztán azt kérek egy kávé. Annyi változás csak azért van, hogy gyakorlatilag az összes lány most eltűnt. És hova elrabolták őket, hogy mi történt? Nem tudom, nem kérdeztem rá. Na jó, de a de kalács az annak kalácsa csak jó, helyette. Nem? Az itthoni kávéd csak jó. Minden nagyon jó. Na, de gyerekek, minden nagyon jó. Pont ezt akarom, nekem jó az, hogy dugó van, jó az itthoni kalács, amit Anna hozott, mert hogy ő ígért nekünk péksüteményt egyébként az első reggelre. Kérdeztem elfejtettem Anna reggelt, és mondom, hogy vajon a Feri hoz valamit. Na ki kell érdemelni, gyerek. De azt ki kell érdemelni, rájöttem, de nagyon megnyugodtam, amikor láttam, hogy Anna viszont igen. Úgyhogy... Anna nagyon-nagyon megbízható ebből a szempontból. Nekem mindegy volt, hogy kihoz, csak valamit tudjak enni. Kedvenc kávémat vette egyébként. Tudjátok, mekkora lejmolós vagyok. Azon most a gépben, úgyhogy nagyon kedves volt. Na, nézzük a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy teljes áramszünet van a Bosnyák téren, Nikosz küldte nekünk. Keresztúri út befelé teljesen bedugult, ezt Hánc üzeni, trafi az M3-ason a 203-as kilométernél Pest felé. Kútbundi, van ilyen? Kútbundi üzente nekünk, 204-es, 205-ös kilométer között van egészen pontosan, ez a trafi méghozzá felüljáró alatt Budapest felé. És aztán
Azt mondja, megint a tízes út, annyira sajnálom őket, mi is itt állunk napi szinten 30-45 percet Sopronnál velünk, a kutya se foglalkozik, írja Gábor. Gábor, áld meg, írd meg, hogy hol álltok, és ígérem, hogy minden reggel bemondom, amíg ott álltok. Azt mondja, hogy a Veres Péter Kerepesi úton az Őrs felé már a 16. kerületi rendőrségtől Jókai lakótelep ismét áll a dugó, Bucsánszki Miklós küldte ezt nekünk. Balázs, hallom, itthon vagy, megyek hozzátok, pénz a szokásos, a kéményseprő. De jó vagy. Nagyon jó. Helyes. Gyere, mégis egy 6 hete nem volt senki kémény takarítani, úgyhogy nagyon-nagyon várlak. M3-as bevezetőn autó versus robogó, alakul a dugó, ezt Gyula üzeni, és igen, a két benzinkút között mérnek a sünök Dabason, ez pedig Gabesz írta nekünk, köszönjük szépen. Gyerekek, tegnap lapozgattam televízió műsorok között, mindenbe belenéztem, amiben csak tudtam, illetve pontosabban tegnap előtt, de hát nem tudom. Tehát, hogy hiány keletkezik most a tévézésben, hogy nem vagytok, vagy? Nem, teljesen erre gondolok. Nem, hát nyilván mindenki néz, amit akar. Nem erre gondolok, csak rájöttem, hogy nem is tudom. Igazából nem értem ezeket a tehetségkutatókat. Abból a szempontból nem, hogy például belenéztem tegnap a Rising Star című műsorban. És nagyon kíváncsi voltam, mert ugye nagyon sokat hallottunk róla, az ősz nagy durranása, ugye az egyik kereskedelmi csatornán. Van egy több tonás letfal is például, ezt nagyon sokszor hallottuk. És volt? Volt, hát nem volt ez a letfal. Igen. Gyerekek, benne volt ez a letfal, húzogatták ezt a letfalat folyamatosan. De több tonás. De több tonás volt. Ez több tonás. Hogy a letfal. Egyrészt Nórit továbbra sem értem. Tehát, hogy teljes. A haját vagy a ruháját? Semmit nem értek. A Nóri egy tök jó csaj volt. A mondatait igen. Tehát Nóri ugyanolyan Nóri, mint a TV2, mint az RTL-en volt. Nóri. Kevés személyiség, nagy hang, szerintem. Tehát ez Nóri. Ez Nórit ezért kedveljük. Aha. Így szeretjük, hogy kiabál, csinálja, odalép, interjú. Én Nóriban a személyiséget kevésbé látom. De mint profi műsorvezető, abszolút aláírom, hogy ezt jól csinálja. Hogy egyrészt, mit csinálnak vele? Hogy kiöltözteti? Erre vagy ki? Figyelj, a Nóri egy tök jó csaj. Tök jól nézett ki. Vasárnap belenéztem, hát szegény kém azzal a hajjal, azzal a ruhával. Hát én nem teljesen értettem, ez a konyban felfogott ilyen kirúgott magyar tanárnő frizura. Ez szörnyű volt. Láttátok, hogy néztétek? Még egy kirúgott magyar tanárnő a századfordulóról. De két gyerekes családanya, halló. Igen. Két gyerekes családanya, ott már nem lehet lazázni. Nem azt mondom, hogy tegye ki a mellét, jöjjön be egy miniszoknyába. Csak ne olyan haja lenne, mint hogyha egy statiszta lenne a csengetett Milordból. Akkor látta tegnap. Belenézte ki, és megnéztem, igen, tetszett. Kíváncsi voltam a zsűrire. Én szeretem a régi filmeket, ezért tetszett a haja. Hogy, és én tökre drukkolok a Nórinak, hogy jó legyen, ügyes legyen, jól nézzen ki egy másik csatorna. Nyilván, ez nem egy könnyű dolog. De hogy amit láttam tegnap, az megijesztett, hogy direkt szúrnak ki vele? Vagy összeveszett a stylisttal? Vagy nincsenek még jóban, és ez egy ilyen puhatolózás, hogy vedd föl, nem veszem. Vagy a fodrásza nagyon szerette annak idén az Olinden családot, és ezért James Olinden feleségének a haját megcsináltatta meg. És azt mondta Dorinak, hogy rakd föl ezt a barkót. Na nem, azt mondta, rakd föl ezt a barkót. De nem, az már egy picit sok. Hogy mi van vele? Hát kitalálják újra. Próbálok rákeresni itt. Azt akarják, képe, hogy ne olyan legyen, mint amilyen annak idején volt. Jó, a konkurenciánál, igen. Mindegy, nem csak ez volt, amit nem értettem. Feri, segíts már, te nyilván láttál egy-két Risingot. Egyet se. De nem nézted? Én egyet se láttam. Hát nem vagy ember. Lehet, hogy nem vagyok ember, ebben neked igazad van. Hát milyen ember tudom, vagy te, hogy nem nézel? Miért nem nézel? Egyet se néztem. Egyet sem. Mint ahogy a másik tehetségkutatónál is leragadtam. A lényegét megértettem. Csak segítsetek. Tehát ha nem megy föl a fal. Aha. A több tonnás. Akkor van a baj. Igen, mert akkor felmegy a fal. Így van, akkor kell szólni a műszaknak, hogy húzzák már azt a rohadt csörlőt. Ha felmegy a fal, akkor tovább jut. Igen. Ha nem ez az, amit én megértettem tegnap ott fürdetés, beszélgetés, hírek keresése, internet átnézése között, félszemmel néztem, háttértelevíziózásnak. De mire szavaz a zsűri? Miközben a fal dönti el, hogy ki az, aki tovább jut, ki az, aki nem. Ezeket nyomkodtak valami nyilat, vagy piros lefelé, vagy kék fölfelé. Ők mit szavaznak, ha közben a fal vagy felmegy, vagy nem? Hát az, hogy fölmenjen a fal, nem? Vagy várjen-e azt a néző szavazza hát, meg. Na, közben kikapcsoltak egy bevásárlóközpontba, ahol egy ilyen, ahol Suzuki autók előtt áldogált a Majka, oda ment két ilyen karaoke énekesszerű, és abból az egyik bejutott az élő showba. De hogy a zsűri valamiről szavaz. De miről szavaznak, ha közben applikáción keresztül tudom én eldönteni, hogy a fal maradjon? Nem adódik össze a kettő, a zsűri még szavazata. Még négy szavazat hozzájön a 200 ezerhez? Hát 50% a zsűri, 50% a néző.
Tehát 296 ezerből kivonsz 50%-ot? Hogy van ez? Mondjátok már. Nóri haját pontozzák. Hogy ebben a dalban hogy állt Nóri haja? Igen. Hát figyelj, én ültem ott, a viképen fürdette a gyereket, nem volt kitől segítséget, én nem értettem. De... És lefelé van, meg nyílva, meg fölfelé nyíl a zsűrinél? Az van, hogy bejön az énekes, énekel, uh-huh. és akkor ha eléri, úgy vettem le, hogyha elér egy bizonyos mennyiséget az applikáció leadott uh-huh. szavazat, akkor ez a fal elindul fölfelé, de a végén is elindul a fal fölfelé, tehát uh-huh. mindenképpen fölmegy a fal, a végén találkozik, de a zsűri közben megnyomkodja a szavazatokat. És nem lehet, hogy ha nem megy a fal, akkor a zsűribe tudja. A több tonnás fal nem megy föl, mert a nézők nem ítélték meg. Akkor úgy, a zsűri bejuttatja? Akkor a zsűri még bejuttathat. Én azt hittem, hogy te rutinosan ott megmondom ülsz. Neked őszintén, elhúsan mellettem ez a műsor. Azt hiszem, hogy legalább ezt tudod a szabályrendszert. Hát majd valaki majd elmondja. Így van, Nóri, telefonáljon már be. A Nóri alszik még, hát egy élő adás után. De én a Nórit egyébként nagyon kedvelem, meg mondom, hogy nagyon drukkolok neki. Én láttam pár fotót az előző adásokból, és azt hiszem, hogy még nem találták meg. Tehát ő szerintem jobban nézett ki régebben. De lehet, hogy ez az út, az csak neked nem tetszik. Azért, mert egy konszolidált nő, egy anyuka állott végre, két gyerekes anya, a magyar anya. Jó, nem is a Nórival, mindegy, nem is a Nórival akarok foglalkozni, csak a szabályrendszert nem teljesen értettem, hogy én, mint most új tévénéző megérkezve, próbáltam megfejteni, hogy ez miről szól. TV2.hu. Volt egy nagyon hangú énekes, meg ez nem is volt baj. És ott van a szabályrendszer. A Rising Star. Te belenéztél tegnap? Hát ne haragudjatok, nem annyira. Tehát, hogy pont annyira néztem bele, hogy megnéztem, hogy a Nórinak milyen haja van, mert hogy hát azt láttam így a bulvár sajtóból, hogy hetek óta téma van, hogy öltöztetik meg, milyen hajat csinálnak neki. Az én hajamnál jobb az övé. Ennyit el tudok róla. De hogy ez nem nehéz. Tehát nem indult nagy mezőnyben a Nóri, ha ti ketten vagytok. Na jó, azt hittem, ezt megvitatjuk, de akkor minden. Írják a hallgatók, nézd csak meg, ők tudják. Igen? Aha. Összeszedtem egy afrikai vírust, már nem én. Ja. Az a zsűri szavazata plusz 7%. Aha, fejenként. Tehát igen? Egy akkor az 49. Az. A 28. 7x7 az 49, de csak 4 zsűri van, akkor az 28. Aha. Tehát plusz 28%? 28 plusz, hát hogyha egyet értenek, de ugye ott is lehet valaki lefelé nyomni. Vagy összesen 7%, és akkor a hetet kell elosztani 4-jel. Nem, koponyánként. Már csak azért is, mert a 4-jel nehezen osztható, úgyhogy szerintem ez 4x7, 28, de ugye ott is lehet, hogy valaki lefelé nyom, akkor csak 3x7 mondjuk. A 3-an azt mondják, hogy jusson be, egy azt mondja, hogy ne. Aha. És milyen volt a zsűri, azt nem nézted? Mert mondanak jót, rosszat, mindent, vagy úgy annyira nem fél. Tehát tök háttértelevíziózás. Nem nagyobb, azt nem nagyon figyeltem, hogy mit mondanak. Meg, mert a Kerényire nagyon kiabál a nép, a Kerényire nagyon kiabál. Hát, hogy ő kemény. Kemény, meg bárdolatlan, azt hiszem, és akkor óvatosan fogalmaztam. Hát itt is nyilván megvan a jó karakter, rossz karakter, megvan, hogy ki az, aki kedves, ki az, aki kicsit gondolom, hogy leosztották így, hogy ki az, aki kicsit könyörtelenebb. Ki az, aki kicsit durva. Nem, én a Majkás részt néztem, hogy egyszer csak ott voltak valami bevásárlóközpontban, kikapcsoltak az élő adásból, ott áldogáltak egy autószalon előtt, ahol tapsoló emberek voltak, majd egyszer csak valaki mikrofont ragadott, ő énekelt, és ahogy énekelt, utána két ember énekelt, egy fiú meg egy lány, és a két ember közül valaki még aznap bekerült az élő adásba, egy bevásárlóközpontba énekeltél először, lenyomtál egy bombondalt, és ha az jó volt, akkor mehettél az élőadásba énekelni. Aha. Tehát nekem ezt még úgy szoknom kellett. És akkor a fiú meg a lány közül a lány jutott be az aznapi élőbe, de nem tudom már mi lett vele. Várjál, a külső helyszínen láttad az énekest a Majka mellett? Igen, a Majka mellett énekelt egy srác. Hát de akkor utána már nincs értelme betenni a fal mögé. De bement utána. Hát de érted, tehát én néző vagyok. Az a játék lényege, hogy nem látom az énekest, tehát a hang alapján szavazok, ugye? Hogy megy föl a fal. Addig ők nem látják. Látják az énekes? Nem kik? Látják. A nézők. Hát hogy ne látnák az énekes? Látják? Jó, az hát egy másik, erdő vagy. Várja, jó, az van, egy én másik örülök, műsor. Én... Nem, hát itt az van, hogy ugye a nézők látják az énekest. Az énekes nem látja a közönséget. Aha. Mert egy fal előtt énekel. De a plázából kiragadott ember, azt mondták a Majkáik, hogy ő még aznap bemegy és énekel egyet az élőben, és jött egy nagyon helyesen kicsit nagy darab srác, és elnyomta a valami Amerikát, azt hiszem, vagy a Bombontól valami más. Aha. Majd előtte már állítólag énekelt egy csaj, és a csaj jutott be az élőbe, akit autóba ültettek, és aznap még bement a fal elé énekelni. És bárki oda mehet? Hova? Hát a plázába.
Na, ugye mennyi kérdés? Mit csinálnak azok az emberek abban a plázában? Tehát, ha én arra járok, mert mit tudom, én tudom, hogy ott volt egy ilyen 20%-os leértékelés a hipermarketben. És éppen arra sétálgatok, és akkor mit tudom, el akarom énekelni a mit tudom én, ahogy hívják ott. De ez úgy lenne, hogy ott járkálnál a kis pontgyűjtőkártyáddal, és hallanád, hogy szólítanak valahova. És lenne egy baromi nagy tömeg, és te oda mennél, mert azt hiszed, hogy nyertél valamit. És ott állna a Majka élőadása, megfogná a kezedet, berángatna egy autó elé, és azt mondja, akkor tessék János, mi a kedvenc dalod, énekeld el. Tessék. Hát szeretném Bonszkot emlékre pokolgép, jó, és akkor bele is kezdeni. Pokolgép? És énekelnél egy jó kis pokolgépet? Állni fog a fémzene temploma, igen. Énekelnél egy jó pokolgépet, és ezt is csak beültetnének egy autóba, ott ülnél a kis pontgyűjtőkártyáddal, a két kis műanyag műszálas zoknidal, amit éppen vásároltál, beültetnének egy... Te is tudod, hogy ez egy elég erős túlzás volt. De csak a műszál miatt. Ja, jó, akkor nem kettővel, hanem tudom, mindig tízet veszel egyszerre. Jó, igen, a kettővel alábetűdelek. A műszál az meg már nagyon-nagyon régen kikopott. Tíz darab kis nejlon zoknidal, beültetnének egy autóba, és bemennél, kisminkelnének, belöknének, és ott énekelnél. És én ülnék vasárnap előtt egy háttértelevíziózásként délután, és nézném, hogy tetsz, csak énekelsz. És akkor simán lehet, hogy akkor még aznap este megjelenik a LED fal előtt. Ha jó, elvileg vagy. Annak a lánynak meg kellett jelenni a LED fal előtt, igen. Hm. Igen. Na mindegy. Tehát ha szépen énekelsz, pokolgépet, hát ez csak mehetsz. Figyelj, ez csak az akció kérdése. Tehát, hogyha van 20%-os akció ott a közelben, akkor lehet, hogy feltűnök majd én is. Igen. Hülye vagy Balázs? Minden. Milyen hülye az ember, mert egy kicsit kérdez, mert néhány dolgot nem tud, és azonnal, tudod, azonnal. Tehát robokra szedek, azért, mert ezt most én komolyan nem tudtam, hiszen két nappal ezelőtt értünk haza, és belenéztem, és vannak kérdések. Hülye vagy Balázs, minden zsűritag szavazata 7 fejenként. Akkor ez a 7, ez 7%. A Nóri annyira jó csaj, hogy nem öltöztetni, hanem vetköztetni kell. Írja valaki. Jó érvelés. Igen. Balázs nem ismerős, induljon a LED fal. Ez egy duma a műsorban, hogy induljon a LED fal? Szerintem nem. Nyúlják a dumát? Ennyi. És hány éve az, ment már? Az induljon a fal? Az most induljon a LED fal lett belőle? Tényleg? Hát mert a időben még nem volt LED fal. Hát illetve volt csak minimál. Hát meg nem több tonnás. De nézd, 2003-ban indult a Balázs Show. 2003-ban ugye egy ember ült a fal mögött, és ott egy Béla, húzd be el a falat, ne aludj! Béla megriadt. És egy ilyen csörlőt elkezdett nekem. Nem azt egy ember húzta. Persze, nem gondolod, hogy arra külön technikát rendeltek be a díszletépíték. Ott ült egy ember, akinek az volt a feladat 5 éven keresztül. Szerencsétlen. Elhúzta fel. Most meg már ilyen 600 tonnás LED falak emelkednek. Tehát, hogy mennyit változott? Mennyit változott? De a duma maradt, induljon a fal. Induljon a fal, igen. Na, láttátok ezt az ellenőrös történetet, ami most történt, nem is olyan régen? Hallottam róla, hogy állítólag nagyon durva szóváltásba keveredett egy utas, egy ellenőrrel. Hát volt egy kis összekapás, és hát azt hiszem, hogy na, ez az a hanganyag, amit nem lehet lejátszani. Aha, vagy csak erő teljesen kozmetikázva. Nagyon-nagyon kemény. Igen, ez egy szeptemberi felvétel, éles váltással megyünk tovább már egy másik témára, mert láttam, hogy ebben nem tudok segíteni, hogy elengedtem. Nem baj, majd én ezt megfejtem. Ezt a BKV figyelő tette közzé, amelyben egy ellenőr nyomda festéket nem tűrő stílusban oszt ki egy utast, és az előzményről igazából nem sokat tudunk. Én azt se teljesen értem egyébként, hogy miért tették közzé ezt a felvételt, ha szeptemberben történt, de mégis csak durva, azt nem tudjuk, hogy rossz napja volt, éppen kirúgás szélén állt, nyilván nincs erre nagyon mentség, hogy ezt csinálta. Egy ellenőrt látunk, amint hát elképesztő módon oszt ki egy utast, akire valamiért megharagudott. Néztétek ezt a felvételt, vagy hallottátok ezt a hírt? Igen. Ez egyébként döbbenet, hogy mit engednek meg maguknak az ellenőrök. És a konfliktusról nem sokat tudok. Tehát a konfliktus okát én nem nagyon tudom, hogy min borultak ki, vagy hogy egészen pontosan min vesztek össze. De arról szól, hogy hát hihetetlenül kiosztja ezt az utast. Ez egy nagyon fontos információ, amit mondtál a dologgal kapcsolatban, hogy nem tudjuk az előzményeket, nem ismerjük az egész történetnek a korábbi pillanatait, az, hogy most minek a következménye ez a fajta stílus. Ugyanakkor én mégis azt gondolom, hogy nekik bármiféle előzmény is van, akkor nem szabadna reagálniuk egy utasra. Tehát, hogy el kell tudni, ez ugyanolyan, mint például, amikor call centeresekről beszéltünk, vagy beszélünk. Tehát, hogy call centeres is sokszor kerül olyan szituáció, amikor legszívesebben persze magánemberként, vagy civilként elküldeni a jó édesanyjába azt, akivel beszél, mert hogy olyan stílust kap az arcába. De
az ellenőr sem teheti ezt meg, hogy valakivel így beszéljen. Ez nyilvánvaló, hát ezt tudjuk persze, nem teheti meg, sőt, ennél kevésbé durvább dolgot sem mondhat, tehát ez teljesen egyértelmű. Ugye azt hiszem, talán ez a kombinón történt, hogy ugye felszállt az ellenőr, próbált igazoltatni, és nem sikerült ezt a dolgot megoldani, és hát kiborult. Kiborult, ő egy BKK ellenőr volt, nem is a kombinón 49-es villamoson, és ezt a BKV figyelő pénteken tette közzé, és ebből nem derül ki, hogy mi okozta ezt a konfliktust. Most csináltunk egy olyan felvételt, ahol kisipoltuk azokat a szavakat, amiket ő mond, csak hogy leadható legyen, hát ha valaki ezt nem hallotta. Hogy körülbelül ezt mondta az ellenőr, hallgassátok meg. Hát, ez kevésbé hallható. Mert nincs rendben maga az országban, miattatok, mert itt két vennyeskedtetek itt mindenki előtt. Na, gyere üsré, már ezt várom! Szeretem a felháborodó hangokat. De ezt kell csinálnod, hogy leütöd az ellenőt a rendőrök előtt? Így viselkedsz? Te tiszta beteg vagy, barátom, neked elmebeteg vagy, el kéne lenned korábban. Hát szerinted a feleségem, nem dolgozom egy munkahelyen. A feleségedet én bántottam. De te engem akartál leütni, te! Milyen durva, hogy az emberekben egyébként az a reakció, hogy nem közbelépnek, hanem add már ide a telefonomat, hogy fölvegyék. Nem? Tehát ez már egy elsődleges reakció, hogy nem közbeavatkozol, hanem elkezded rögzíteni a dolgot, hogy ez meglegyen. Na, hát akkor ezek szerint az utas meg akarta ütni. Ugye? Hát vagy az ellenőr az utas. Vagy az ellenőr az utas, nem tudom, hogy kinek kérte. Nem tudom, hogy... Itt azt mondta az ellenőr az utasnak, hogy te normális vagy, meg akartál ütni. Aha. Ezt mondta az ellenőr igen, az utasnak. Igen, van. Hát, hogy akkor itt... De nagyon érdekes, mert van benne egy néni, aki viszont az ellenőrt szidja benne, hogy meri ezt megcsinálni. Hát igen, az ellenőrt szidni azért az divat. Jó, tehát, hogy ezt tudjuk, hogy az ellenőr az... És plusz az ellenőr itt annak szól, aki veszi föl az egészet, hogy tedd el a telefont, azt mondja az ellenőr, mert ugye valaki ezt fölvette, mint ahogy itt is a bizonyíték rá. Tehát az előzményt ezt tényleg nem tudjuk, de úgy zajlik a beszélgetés, hogy az utas akar ütni, vagy akart ütni. Csak gondolom, megúszta az ellenőr. De nagyon kemény. Szerintetek abban az esetben, hogyha mondjuk ennek az utasnak volt érvényes jegye, vagy bérlete? A legtriviálisabbat mondom. Akkor lett volna egy ilyen szituáció? Szerintem semmi köze ahhoz, hogy van-e jegye vagy bérlete. Én azt gondolom, hogy de. De semmiképpen. Szerintem semmi köze. Mert ha nekem, én felszállok és lógok, három megállót se beszélt így velem. Tehát semmi köze hozzá. Tehát az, hogyha én szabályt szegek, akkor értelemszerűen viselni kell a következményt. De nem lett volna valószínűleg ilyen szituáció, hogy nem lett volna semmiféle konfliktus az utas meg az ellenőr között akkor, hogyha akkor szabályosan utazik ez az ember a villamoson. De ezzel azt mondod, hogy joga van az ellenőrnek nem, így beszélni? Csak azt gondolom, hogyha nem lett volna probléma az utassal, akkor az ellenőr valószínűleg nem alakul volna ki egy ilyen szituáció. Na, de ez azért mellékes, mert ha nekem nincs, akkor se alakulhat ki. Tehát így egy ellenőr semmilyen körülmények között nem beszélhet velem, hanem én felszállok, és én nem vagyok hajlandó, hogy egyetlen, akkor se beszélt így. Tehát én vállalom a következményét, leszállít, megbüntet, oké, de ha nekem nincs jegyem, akkor feljogosítja, hogy így beszéljen. Tehát mindenre az a megoldás, hogy nekem legyen jegyem. Mert ez nem megoldás mindenre. Tehát ezt az ügyet nem oldja az meg, hogy van-e jegye vagy nincs. Mert ez nem arról szól, hogy ha van jegye, akkor vele így nem beszélnek, ha meg nincs jegye, akkor meg vele beszélhetnek. Nem? És az utas az megütheti az ellenőrt? Hát nyilván ő sem szerintem, meg egyébként ez a jegy dolog azért nem jó, mert ha én jeggyel utazok, igen? És látom, hogy az ellenőr valakivel kekeckedik, és beszólok, abból is lehet konfliktus. De abban igazad van, hogy nyilván van jegyed, akkor nem így indul el a történet, de lehetett akkor is, ha volt jegy ennek az utasnak. Én még olyasmivel nem találkoztam, hogy mondjuk egy ellenőrrel úgy kerültem volna bármilyen szintű konfliktusba, vagy nem lettem volna, vagy nem voltam tanulja ilyen esetnek, amikor valaki felmutatta volna az érvényes jegyét vagy bérletét, és akkor kezdett volna bele beszélni így egy ellenőr. De ezt kérdezem, hogy akkor ha nincs érvényes egyem, akkor így beszélhet? Nem, hát de valószínűleg van előzménye, érted? Tehát arra akar rá lávilegíteni, hogy Jani, hogyha nincs azért van. Igen, ha nincs jegyed, akkor kezdődik a konfliktus. Uh-huh. Te vagy az ellenőr, én vagyok a jegynék. De ha nincs jegyed, se kezdődhet egy ilyen típusú konfliktus. Hát, én vagyok az utas, nincs jegyem. Te azt mondja, jó napot kívánok, adjam. Igen? Nincs jegyem, köcsök, így kezdjük.
Nincs egy. Nyilván vérmérséklet függő a dolog, hogy melyik ellenőr hogy oldja meg. Ennek az előzményét se tudom, azzal akarunk foglalkozni, hogy ugye írjanak olyanok, akiket mondjuk inzultáltak ellenőrök, vagy telefonáljanak ellenőrök, és mondják el, hogy hol van az a pont, ahol mondjuk ők egy adott esetben elveszítették a fejüket, és mondjuk ordibáltak. Nyilván, ha az utas megüti az ellenőrt, akkor arra az ellenőrnek reagálni kell. Nem tudom, hogy itt mi volt. Aha. Ez mind maga eset érdekes, hogy egyébként hova fajul ez az utas ellenőr című soha véget nem érő macska-egérharc, nem? De ha nincs jegyem, és te odalépsz hozzám, és elkezdesz velem ordítani, attól nekem se jegyem nem lesz, se nem egy európai elintézési mód, tehát hogy attól te nem beszélhetsz így velem. De lehet, hogy te kezdted. Érted? Hát ezért, ez igen. És hát az a nem mindegy. Igen, de mondjuk akkor se teheti meg az ellenőr, akkor rendőrt hív és leszállítja. Szerintem is, tehát az ellenőr az, aki reagál arra, hogy az utas milyen. Az ellenőr nyilván, ha most meg kell védenie magát, és hárman verik, akkor természetesen jogos, hogy mondjuk ő is üssön, de az ellenőr, tehát az ellenőr egy idézőjelesen hivatalos szerv, aki soha nem léphet át egy bizonyos dolgot. Az utas a civil. Tehát én nem azt mondom, hogy az utas több mindent megtehet, és megvehet egy ellenőrt, leköphet egy ellenőrt, bánthat egy ellenőrt, de az ellenőr az, aki képvisel valamit, aki soha nem léphet túl egy adott ponton. Tehát ha neked nincs egyet, én ordibálok veled, és te ellenőr vagy, te akkor se kezdhetnél el velem elvileg ordibálni, lögdösni, én erre akarok kiukadni. Tök mindegy, hogy az utas mit csinál. Nem? Uh-huh. Persze. Nem, persze. Hát csak akkor mindegy, hogy van egy jegye, vagy nincs. Csak nem, mondom, nem tudjuk sajnos az előzmények. Tehát, hogy lehet, hogy az előzmények azok sokkal durvábbak voltak annál, mint amit mi most itt érzékelünk ebből az egészből. Tényleg csak találgatunk. Tehát, hogyha itt egy nagyon súlyos káanyázás volt, és közben még rá is akart verni kettőt az ellenőre, de nem sikerült neki, akkor azért lehet, hogy emberileg meg tudod érteni azt az ellenőrt, hogy így reagált az egészre. Ugyanakkor meg abban tökéletesen igazad van, hogyha szigorúan azt nézzük, hogy ő neki hogy kell végeznie, milyen stílusban a munkáját, akkor azt nem teheti meg, hogy így beszéljen egy utassal. Csak nem tudjuk, hogy hát ebben a pillanatban ő egy picit, nem picit túlreagálta ezt az egész történetet. Tehát a felmenteni nem mentjük fel az ellenőrt, nem. Ugye? Az nem. Ellen, amit csinált, vagy azon, amit csinált, de nem tudjuk az előzményét. Jó, de most ezt felejtsük is el ezt az esetet. Én arra akarok kiukadni, hogy oké, nem tudjuk az előzményt, de hogy hol van a határ, amit egy ellenőr mondjuk megengedhet magának. Vagy hol van az, amikor mondjuk hárman rászállnak egy utasra, lerángatják a buszról, elkezdik letépni a táskáját. Hát azért nagyon sok ilyen esetet hallottunk, ahol ketten-hárman mondjuk rászállnak egy utasra, nem? És elkezdik egrecíroztatni azért, mert mondjuk neki nincsen jegye. Tehát azért szerintem bármit igazából tényleg nem tehetnek meg. Nyilván az utas meg ezzel sokszor visszaél, nem? És az utas az, aki mondjuk úgy tud szólni egy ellenőrhöz, hogy mondjuk megbántja. De hogy mit tud csinálni egy ellenőr? Szerintem akkor se dumálhat vissza, vagy akkor... Hát igen, akkor hívsz rendőrt és leszállítod az utast. Tehát ha minősíthetetlen hangnemben beszélnek veled, azt nem kell eltűrnöd, de te nem beszélhetsz így. Na de mindenkinek elborul az egy idő után, nem? Tehát te is elkezdesz üvöltözni, azért megpróbálsz ugyanabban a cipőben járni, mint amivel az utas jár. Gyerekek, ez az ellenőri munka, ez nagyon kemény. Tehát ez továbbra se változott semmit, nem mintha évekre mentünk volna el, de azért ember legyen a talpán, aki ezt tudja csinálni. Egyrészt ugye hajtva vannak, hogy minél több büntetés legyen, már ezt nekünk ellenőrök elmondták, hogy úgy kapják a fizetésüket, ugye, vagy a kiegészítését, van egy alapbér, hogyha minél többet büntetnek. Tehát kvázi tulajdonképpen érdekeltek abban, hogy téged megbüntessenek. Ott van az utas, aki sokszor nem jogkövető magatartást tanúsít, nem vesz jegyet, úgy beszél ellenőrökkel, ahogy. Tehát azért ez egy örök harc marad valószínű. Igen, de ez nagyon kemény. Most próbáljuk magunkat beleképzelni a helyükbe. Úgy kezelik őket, az ellenőröket, mint hogyha valamilyen, nem tudom, ilyen közellenségek lennének. Tehát, hogy valahol kiejti valaki a száján azt, hogy ellenőr, vagy mivel foglalkozol, én BKK ellenőr vagyok, hát rögtön egy kicsit, mintha szaga lenne. De nem, vagy nem azért, tudom. Mert azért az ellenőrök az utóbbi években, vagy most már talán nem is annyira, én nem, tehát ti vagytok a BKV-sak, mondjátok, hogy azért, mert azért erre sokszor okot adtak. Tehát úgy szólítottak meg, úgy beszéltek veled, úgy vannak fölöltözve, úgy inzultálják az utast, úgy viselkednek, hordába járnak, lesik a prédát, rászállnak a külföldiekre, bántják őket, arra mennek, hogy ki a külföldi nem tud magyarul, azt nagyon le lehet venni, mert az hülye, az úgyis befizeti. Tehát azért erre okot adnak az ellenőrök. Ilyen is van. Inkább ez az ilyen is van. Én nagyon sokszor találkozok, hát nap mint nap utazok BKK járatokon, és akkor én ezek az emberekkel nap mint nap találkozok. És hát nagyon régen volt olyan, hogy olyan incidensbe keveredtem volna bele, én magam. Mondom, én veszem folyamatosan a jegyet meg a bérletet, tehát igazából nem is nagyon adok okot erre, de még szemtanúként sem nagyon találkoztam mostanában olyannal.
Lent az aluljáróban például igen. Tehát, hogy ott láttam azt, hogy ott van ilyen szóváltás. De ott is mindig az van, hogy álljál meg, nem állok, mutasd meg a jegyedet, nem mutatom, kap be te. Tehát, hogy kb. Ezek mennek. És miért? És miért? Ez az egész milyen rendszer, igen. Nem? Egy ember, mutasd meg, de ő nem állíthat meg téged, csak rendőr segítségével, viszont rendőr nincs, te nem akarsz megállni. Egy hülye rendszer ez az egész. Nem lenne egy kapu, átmennél, van jegyed, be tudsz menni, nincs jegyed, kis nem tudsz bemenni. Az egész itt van elásva. És drága a jegy? Drága. És ki akkor kapja ezt az arcába meg? Az ellenőr. Ő szabja meg a jegyárakat? Nem. Ő szabja meg a szolgáltatásnak az árát? Rajta múlik a szolgáltatásnak a minősége? Nyilván nem ő az, aki számonként. Viszont persze. Ő az ütköző. Jó, jelentkezenek már olyan hallgatóink, akiknek esetleg volt bármilyen atrocitása ellenőrrel, vagy olyan ellenőrök, akik keveredtek már konfliktusba. Hogy mi történt, ki kezdte, hogy viselkedett az utas, vertek-e már meg ellenőrt, vagy esetleg olyan régen ellenőrként dolgozó ember, aki verekedett már utassal, hogy annak mi volt az oka, hogy tényleg megnézzük, hogy mit tud csinálni egy adott helyzetben az utas maga, akit mondjuk az ellenőrök bántanak, vagy bántalmaznak, és mit csinál egy ellenőr, ha mondjuk 2-3 utas esetleg összefog ellene, és meg akarja verni. SMS számunk változatlan 06-70-645-00-00. Jövünk Ákos hírei után. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan 1 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az ellenőrös történetről beszélgettünk, és arról, hogy tulajdonképpen hol van a határ, mi az, amit megengedhet magának az ellenőr, mi az, amit megengedhet magának az utas. Ha az utasnak nincs jegye, ordibálhat-e az ellenőr? Ha az ellenőr észrevegyezi, hogy az utasnak nincs jegye, ordibálhat-e az ellenőr? Ha az utas először ordít, visszaordíthat-e? Hol van a határvonal? Ugye ez egy kényszerű együttélés Magyarországon, mégis rengeteg embert érint, rengeteg embert inzultálnak, rengeteg embert megállítanak, rengeteg embert cseszegetnek azért, mert azt gondolják, hogy nincs jegye, közben az ellenőrt is értem, az utast is értem, hogy utazni szeretne, mégis a kettő sokszor rosszul találkozik. Szerinted nincs olyan pont, amikor egy ellenőr megemelheti a hangját, amikor elkezd ordítani? Én szerintem nincs, basszus. De emberileg kikészülsz. Én az utas oldalán vagyok, abból a szemben, hogy szerintem nincs. Tudod, miért nincs? Mert az, hogy valakinek nincs jegye, az oké, te neked meg kell próbálni megbüntetni. De tehát, ha bemész egy hivatalba, és bemész egy bankba, és neked rossz napod van, és te elkezdesz ordítani, vagy ugyanaz kéne, hogy legyen a policy, mint az ügyfélszolgálat. Hát, hogy az ügyfélszolgálatos se jöhet ki a sodrából, nem káromkodhat, nem szíthatja vissza az anyukádat, nem. Nyilván, ha vernek, akkor megvédheted magad. De azt gondolom, hogy az ellenőrt kell arra kiképezni, hogy egy bizonyos állatfajjal az utassal dolgozik együtt, idézőjelesen, érted? Ha már az ellenőr is sokszor lemegy az utas szintjére, akkor egy ilyen nyájszellem, csordaszellem, mindenki üt mindenkit lesz, tehát valakinek tudni kell, és elvileg az ellenőrnek kéne azt mondani, hogy én vagyok az ellenőr, valamennyire hivatalos személy, nem megyek le az utas szintjére, és nem kezdek el ordibálni, nem káanyázok, nem teszek kijelentést arra, hogy milyen a bőrszíne, mert én vagyok az ellenőr, képviselek egy céget, képviselem a BKK-t. Okay. Érted? Én ezt akarom mondani, és erre akarok kiukadni, hogy hol a határ. Egy vagy ki mit engedhet meg magának. Hogy így személyes a kontaktus. Tehát amíg fölhív valaki telefonon, az ügyfélszolgálatos, ugye ott az a policy, hogy X idő után leteheted a telefont. Ezért kérdezem. Vagyok. Itt ott áll melletted egy méterre az utas, és üvöltözik veled, és már az anyukádat is bele keverte már a csal, már mindenki, és te az utolsó szemét mocsok vagy, lehet, hogy én is megemelném a hangomat. Én nem lennék jó ellenőr, mert én nagyon kiabálnék, de és hamar kiborulnék. Ütnék is hamar. De a válasz egyiket nagyon egyszerű. Van egy szabályzat, ami érvényes az ellenőre. És ennek a szabályzatnak a keretein belül ő mozoghat, azon kívül nem mozoghat. Tehát van egy stílus, amit ő neki képviselnie kell az utasokkal szemben, ez egy következetes, udvarias, távolságtartó stílus. És akkor ezen túl ő nem mehet. Na ez az. Itt meg látunk valamit, egy felvételt, ahol ugye hát a nemi hovatartozás, identitás, bőrszín, hát káanyát, a igen. Tehát a szokásos köröket futják. Van egy hallgatónk, haló, jó reggelt! Sziasztok, Orsi vagyok. Orsi, hello! Szia. Ellenőrként vagy utasként? Utasként. Na, kíváncsi vagyok a hallgatói véleményekre, hogy szerinted hol van az ellenőrnek a viselkedésbeli határa. Veled mi történt? Nekem két élményem is volt ezzel kapcsolatban, az egyik a személyes, a másik az egy kicsit közvetett. A 19-es villamoson utaztam éppen egy állásinterjúra, úgyhogy hallgattam a Morning Show-t a fülemben a rádión. Készültél. És próbáltam egy kicsit átszeremülni, rászeremülni a reggelre.
le kellett szállnom ugye a budai oldalon ott az aluljáró alatt, ahogy kanyarodik a villamos, utána szálltam volna le. És én ugye láttam, hogy voltak ellenőrök a villamoson, de tekintettel arra, hogy le kellett szállnom, nekem le kellett szállnom, de áldogáltam lelkesen az ajtóban. És még mielőtt leszálltam volna, szépen visszarángatott az ellenőr, hogy már pedig én nem szállok le, mert én csaló vagyok. És én mondtam, hogy bocsánat, van érvényes bérletem, de ameddig rángatja a karomat, nem tudom elővenni. És akkor mondta, hogy hát nem szállhatok le a villamosról, azonnal jöjjek vissza, és egy hivatalos személy is mutassam meg a bérletemet, és hát ez ment ez a kis húzavona egy idején, úgyhogy olyan erősen megszorította a karomat, hogy végül ilyen kékzöld lila foltokkal sikerült távoznom egy megállóval odébb, mert nem tudtam leszállni annál a megállónál, úgyhogy utána elmentem a BKK-hoz, és ezt be is jelentettem, de hát azóta se történt igazából. Nem. Igen, nem. Hát te még a jobbik volt. Bocsánat, ami... kérdés, az elmaradt azért. Igen, neked volt jegyed, ugye azért lenne jó, ha esetleg telefonálna egy ellenőr, mert ugye ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy vannak, akik jegy nélkül utaznak, és hogy ott mi a határ, vagy ott mit tehet egy ellenőr, mert akinek van jegye, az még a jobbik. Hát jó, még, de ez is túlkapás. Nyilván, persze. Hogy nem. De igazából a másik, amit akartam nektek mesélni, ami szerintem szintén jellemző, szintén túlkapás, az az, hogy külföldiekkel, amik történnek ott a 200 elnevezető buszon, ugye, ami kivisz Ferihegyre, ugye nagyon sokan nem beszélnek a buszsofőrök közül, illetve a jegyeladók közül angolul, és volt egy házaspár, egy kedves házaspár, akik mentek éppen ki Ferihegyre, ugye megkérdezték a jegypénztárnál, hogy akkor jegyet hogy vegyenek, mint vegyenek, mit csináljanak vele, megkapták a jegyet, felszálltak a buszra, nézték, hogy akkor mit csináljanak, hogy csináljanak, a buszsofőr azt mondta, hogy üljenek le, majd jött az ellenőr, és közölte velük, hogy ez a jegy érvénytelen, és hogy őket most meg fogja büntetni, mert ha nem, akkor le lesz tartóztatva, és ezt így konkrétan elmutogatta nekik, hogy akkor ők most bilincsbe fognak elmenni. Hát ez a lenyúlás kategória, ez amit a Balázs is mondott, hogy külföldi jön, akkor le lehet szedni róla a pénzt. De nem, hát csak hát, hogy ezek így mennek el innen Magyarországról, szóval ez döbbenet szerintem. Akárhogy is nézzük meg, ugye ez a pont a felvételen elhangzott emberke is úgy próbálta szidalmazni az úriembert, hogy a mocskos amerikai. Szóval nem tudom, ezek ilyen érdekes. Igen, az volt a felvételen, igen, megnéztem azóta nem kisipolva is. Igen. Ugyanakkor a magyar utasra az is jellemző, és ezt írják többen, és ebben tökéletesen igazuk van, hogy ha valaki felszáll jegy nélkül, és ne adj Isten mondjuk lebukik, akkor még neki áll feljebb, és ő kezd el hepciáskodni, hogy lebukott, meg mi az, hogy őt számon kérik, meg egyáltalán ő érzi magát sértve azért, mert egyébként őt lebuktatták, és ebből indul aztán egy ilyen fog meg, erezd meg, megverlek, megöllek, te szemét, káanyát történet, hogy az az utas, aki egyébként lógott, és a többi utas kontójára ő nem veszi meg a jegyet, hanem azt hiszi, hogy a tömegközlekedés ez egy ingyenes dolog, még kvázi tulajdonképpen megsértődik, hogy őt megfogják. És itt jön az érdekes, hogy akkor az ellenőr megdolgozhatja az utast, vagy az ellenőr, hiába ő egy pódi számot lát, és azt látja, hogy plusz 1000 forint, ha én ezt elengedem, annyi mínusz az éháztartásomból, de mégsem léphet át egy bizonyos határt. Ugyanakkor az utas is bűnös, mert nem vett jegyet, szerintem ez egy nagyon érdekes élethelyzet. És még de azután szerinted jogos az, hogy az utas ugat az ellenőrnek, hogy nem vett jegyet? Balázs, nem ezt mondom, hogy nem ezt mondtam, hogy jogos, én csak ugye, azt mondom, hogy szerintem az ellenőrnek egy ponton mindig meg kell állnia, mert azért ellenőr, mert azért képvisel valamit. De a konfliktus az ebből jön, hogy van egy ember, aki utána, miután lebuktatod, elkapott, hogy ő lopott, vagy nem vett jegyet, érted? Hello, tulajdonképpen lopott, igen. Meglopta a többi becsületes utast, meg a BKK-t. Úgy elborulna az agyam, hát persze, hogy üvöltözöm. Tudod, miért lenne jó egy ellenőrrel beszélni? Bocsánat, Orsi, hogy kiképzik-e őket erre a helyzetet? Tehát van egy 3 hónapos ellenőrképzés, azt mondják, hogy találkozol ilyen típusú emberrel, ilyen személyiségű emberrel, ezt csináld, így kezeld a konfliktust, így old meg, tedd fel ezt a két kérdést, mert az oldja a konfliktust, mutass rá erre a dologra, mert ezzel megoldhatod a helyzetet, hogy ilyen gyere ellenőrnek, van egy érettségid, van egy 8 általános, hogy gyere, csinálj, és bedobjuk az emberek közé. Ami nyilván egyfajta gyilkosság. Őket szerintem ezek a konfliktus helyzetekre felkészítik. Felkészíti? Elmondják nekik. Van egy ellenőrképzés mondjuk 3 hónapig, vagy fél évig? Szerintem a BKK-nak nem kellenek ezek a balhék. Nagyon rossz a megítélése így is sok tekintetben a cégnek. Aha. Részben egyébként pont ezért, mert hogy ugye a BKK ellenőrökkel kapcsolatban mindig van egyfajta ilyen nagyon kellemetlen megítélés dolog. A másik még az, hogy mindig mondod ezt vagy mondják ezt a plusz juttatást azért, hogyha ugye
ne felejtsük már el, hogy nekik az a munkájuk, hogy akkor is eljárjanak, függetlenül most a plusz jutatástól, hogyha igen, hogyha csak nem mindegy, hogyha anyagilag motiválva vagy, azért akkor máshogy döntesz. Igen. Akkor egy olyan szubjektum van benne, hogy ezt a 10 embert nem büntettem meg úgy, hogy megfogom orsi karját erősen. De egyébként neki ez amúgy is kötelessége. De értem, csak ha ezt anyagilag te úgy teszed, hogy neked érdekelt legyen, akkor jön orsi, aki elmondja, hogy neki úgy megszorították a karját, hogy belilult, mert a csávó potenciálisan 2000 forintot látott benne, amivel nyilván ő egyébként haza tudja adni azt az összeset. Az egyébként ebben az esetben egyértelmű, hogy ki kéne rúgni ezt az ellenőrt. Tehát, hogy ennek ez kellene, hogy legyen a következménye. Sokat még kávézol, Orsi? Én elég sokat, igen, sajnos vagy nem sajnos, láttam minden pozitív és negatív élményt is ezzel kapcsolatban, mert láttam nagyon jól viselkedő ellenőröket is olyan értelemben, akik jól kezelték be a helyzetet. De hát sajnos találkoztam olyannal is, aki nem annyira. De hogyha jobban belegondoltok, azért ennyi mondjuk lógós után, meg ennyi ilyen szituáció után, akkor lehet, hogy nem is annyira meglepő az, hogy valakivel ennyi frusztráció összejön, hogy utána már mindenkivel így viselkedik. Hát igen. De lehet, igen, hogy érdemes lenne ilyen tréningeket tartani nekik, mert hát akkor ezek a helyzetek elkerülhetőek. Igen, ez ilyen nagyon érdekes élethelyzet szerintem. Orsi, köszi, hogy elmondtad. Én köszönöm szépen, sziasztok. Jó munkát neked, ciao, hello, hello. Na, ha 8 után még egy ellenőr csak 3 mondatra bejelentkezik nekünk, azt megköszönünk. Vagy volt ellenőr, vagy olyan, aki már nem csinálja, hogy milyen kiképzést kapnak ők erre, ez lenne igazán érdekes. Jó, egy-két sárga SMS csak még, hogy miket írnak a hallgatók, van egy-két jó hozzászólás. Na, sárga, mert te is kezded itt. Tegnap volt éppen a Miklósi Héven, vettem egyet, a 2 éves kislányom játszott vele, jött az ellenőr, kérte a jegyet, meg volt gyűrve, picit beszakadt, leszállított, felelőtlen anyuka néven. Ezt mondta, hogy le kell szállnom. Nekem pár éve volt egy kis összetűzésem BKV ellenőrökkel. Buszra szállás után ajtó záródott, mentem volna a jegyet érvényesíteni, erre 3 suhan senki házi körülvett, karszalag felkap és kérték a jegyet. Mondtam, hogy pillanat érvényesíteném, erre az egyik késő haver, készítsd a pénzt. Szomorú. Oh. Ezt Atesz küldte nekünk. Ritkán utazom tömegközlekedéssel, de azt tapasztalom, hogy a jegy nélküli utasok mindig sértve érzik magukat, hogy lebuktak. Na, erről beszéltünk, igen. Szerintem ezek az összes többi utas sértik meg, mármint akik nem vesznek jegyet. Keményebben bánnék el azokkal, akik rendszeresen csalnak. Üdv, Mészi. Mészi jó ellenőr lenne. Uh-huh. Nem? Mészi, ha felcsapná ellenőrnek, a dübörög nem bevétel, igen. Hol a határ, amit megengedhet magának az utas? Kérdezi valaki teljesen jogosan. Igen. Az lesz ellenőr, aki nem lehet rendőr. Na, hát... Igen, nincs védelem, nincs képzés, viszont van drága jegy, neki se könnyű. Szia, Bali! Az eseteten, amit meghallgattatok, ott volt érvényes bérlete az úriembernek, reggel volt a híradóban, üzente nekünk Ildikó. Ügyfélszolgálatos vagyok, ha 15 percig ordít velem az ügyfél, én akkor sem emelhetem fel a hangom soha. Én erről beszéltem, hogy szerintem ez lenne a jó policy az ellenőröknél is. Egyetértünk, csak ki kell azért zárni, mondom, az hogy... emberi tényezőt, amennyire tudod. Hát igen, csak más a személyes kontaktus, meg más a telefonos. Igen, meg a telefonos ügyszolgálatnál ugye előre mondják, hogy erről egy felvételt készül, erről beszélgetésről, tehát igen, bármikor elővehető, miközben az ellenőr... Milyen jó lenne az ellenőrök egy GoPro-val járkálnának, nem? És mindenkinek fejlen... rögzítve van. Kétirányú GoPro lenne a fején, rögzítve van minden, interneten tudod figyelni a 26-os ellenőrt a 49-es villamoson, hogy igazoltad. Ja, a élőkép. Élőképben tudnád nézni, és a főnökök is rá. Egyébként magáról az intézkedésről készít tehetne felvételt. Tehát abban az esetben, hogyha valakinek nincsen érvényes jegye vagy bérlete, ő bekapcsolhatna, igen, egy rögzítőt. Tehát, hogy ez lehetne. Elnézést, uram, szelfizek egy kicsit, nézzük meg akkor, igen. Na jó, van, Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Gábor, honnan hívsz minket? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz? Hát éppen dolgozom. Zöldséges vagyok. Zöldségesként dolgozol. Minek van most szezonja? Mandarin, narancs. Magyarokat sorolunk első sorban. Cékla van, magyar nagyon narancs, finom. Magyar mandarin. Cékla. Rögtön izé a nagy haszonnal kecsegtető banán. Igen. Mi? Magyar narancs, HVG. Igen, heti válasz. Egy csomó minden, igen. Na jó van, Gábor, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Oké. Okay. Hoppá. Bármit és zajjal jár. Igen. Bármit is csinálnak, fura módon teszik. Mutatjuk, nem mit... tudom felismerni. Nem, nem is baj. Ez még nem is kell, csak mindig belehallgattunk, hogy mit csinálnak. Most viszont ezt már ismert fel, figyelj. Ajjajajajajaj. Én is ezt mondom.
Nem tudom, kérhetném még egyszer? Hogy nem, mutatjuk, figyelj. Mennyi gomb van? Nem tudom. Még egyszer hagyj kérjem. Nem egyszerű. Hát a hosszabb verziónál szerintem ott meg lesz. Akkor kérném azt, mert így abszolút nem. Igen, figyelj, jön a hosszabb verzió. Mi hamisan énekelte ezt Óven bácsi? De ismerős, pedig nem jut eszembe. Biztos. Még egyszer? Már Óven bácsiról beszélgettünk itt közben, amíg te... Igen, picit ezt hamisan énekelte. Na utoljára is, megmutatjuk az eredetit, jó? Figyelj! Valami külföldi, az biztos. Igen. Na jön az eredeti, ez lett volna, figyelj, hát ez már nem lesz meg. Jó kis Madonna. Nem is friss, de annál jó. Hát, köszi srácok, ez nem van. Ne haragudj, bocsánat, de nem volt könnyű. De megvan így az eredeti. Megvan, de tényleg hamis volt. Bizony. Igen, ha egykor is láger hallgató lennél, akkor tudtad volna már. Igen, ott sokat ment. Köszönjük a játékot, sajnos nem tudunk ajándékcsomagot adni. Gábor, ne haragudj. Nem maragszom, köszönöm. Köszi a játékot. Ciao. Szia. Hello. 8 óra múlt pontosan 1 perccel Ákos legfrissebb hírei után. Már is folytatjuk. 4:09 pontosan, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek, itt vagyunk. Már a festői Magyarországot, gyerekek. Ebben a kis óros, esős, köcitálós, télbefordulós országban. De mégis valahogy azért hiányzott. Így 6-7. 6-7 után jó el, még így is jó. Hogy ilyen idő van meg, hogy ellenőrök üvöltöznek utasokkal. Hihetetlen egyébként. Utasok, reggel, ellenőrökkel. Reggel megvettem a bérletemet, mert lejárt időközben, miközben kint voltam. Megvásároltam a bérletet, és láttam, hogy 16-a, ugye egy hónapig jó, 16-ától 16-áig, és amikor le fog járni, az már december 16-a lesz, gyakorlatilag egy hétre leszünk. Na jó, egy pici kis csúsztatással, de a karitól. Azért. Az durva. Basszus, így belegondolni. Voltatok bevásárlóközpontban? Láttam, én nem voltam, csak láttam. Voltatok-e már a Jingle Bells-el? Elmentem ott a Moszkva téren található bevásárlóközpontban, ez rohadt nagy karácsonyfa. Aztán... Johannesburgba emlékszel? Johannesburgba. Egy ilyen 6 méter magas karácsonyfa volt már feldíszítve, nagyon súlyos volt, hát főleg annak tükrében, ugye, hogy azért ott egy picit melegebb a levegő, tehát erről beszéltünk, hogy Nelspruitban is már a bevásárlóközpontban azért lehetett már látni, és volt egy külön szekciója az egyik hipermarketnek, ami tele volt kicsi feldíszített fákkal, díszekkel, girlandokkal, stb., tehát már ott is készülnek masszívan a karácsonyra, de hát basszus, ránéztem a bérletre, és azt láttam, hogy egy hónap múlva már készülünk a szentestére. Igen, egy hónap múlva már karácsony, kis túlzással. Rengeteg SMS még a BKV-s témához, igen, nagyon megosztja a hallgatóinkat, hogy kinek van igaza, ki ordibálhat, ki nem. Nem sikerült sajnos ellenőrt szereznünk, hogy elmondja, viszont... Dolgoznak, tudod? Uh-huh. Ennyi, nem ér rá telefonálgatni, igen. Érted? Meg lehet, hogy nem nyilatkozhatnak, lehet, hogy van egy ilyen... Ákos talált egy álláshirdetést, amiben ellenőröket keresnek, csak hogy mi a követelmény. Középfokú végzettség, érettségi vizsga. Aha. Erkölcsi bizonyítvány, megbízhatóság, probléma megoldó képesség, kiváló kommunikációs készség. Na, az itt volt. Ügyfélorientált szemléletmód és magatartás, ez is még az ellenőröknek kell, megbízhatóság, folyamatos többműszakos munkarend, változó munkahely vállalás, Gödöllő, Szentendre, Ráckeve hívvonalakat, megközelítő lakhely. Aha. Erkölcsi bizonyítvány, aktív angol vagy német nyelvtudás előny, és kereskedelmi szakközépiskolai végzettség vagy kereskedelmi tapasztalata szintén előny. Aha. Ha valaki így megy. De nem kell. Ellenőrnek. Ezek már az előny kategóriába tartoznak. A követelmény az például a probléma megoldó képesség vagy a kiváló kommunikációs készség. És a középfokú végzettség, érettségi vizsga. Hogy tesztelik? Hogy tesztelik azt, hogy te egy ilyen helyzetben hogy viselkedsz, mint ami a kiinduló videónk volt? Tehát te bejössz ellenőrnek, jelentkezel, én vagyok a vizsgabizottság, beszélgetünk, és így egyszer-egyszer beszúrok valami keményet? Igen, köcsök. Na, és akkor azt szeretném mondani, hogy kedves Gábor, látjuk, hogy jelentkezett, barom, az álláshirdetésre. Pontos, precíz munkavégzés, látjuk a középfogú érettségét, egy gyökér, hogy... Igen. És hogy reagálsz, igen, tudod? Mikor borulsz ki?
Tehát van egy ellenőröket ellenőrző intézmény? Na, de már a felvételén ki kell derüljön, hogy egy ilyen helyzetet ő hogyan tud kezelni. Igen. Kedves Ödön, látjuk, hogy maga nagyon megbízható, pontos, precíz munkavégzés, te görény, hogy a probléma megoldó képessége is nagyon jó. Meséljen nekünk, hogy milyen problémát oldott meg legutóbb. Nyilván egyébként sehogy szerintem. Tehát belökik őket nagyjából a mély vízbe. Érettségit megvan, piacon vetted? Igen, elkezdik őket provokálni. Nagyon a kereskedelmi szakközépi iskolai végzettség az miért előny? Hogy ott már van egy kis kereskedelemen szeretett, ha nem is tapasztalat, de legalább szakközépiskolai végzettség? Mert ez biznisz. Hallom. Uh-huh. Hát ugye minél többet büntetsz, a te fizetésed annál jobban megy föl. Átlátod-e azt, hogyha te kemény vagy, akkor több lesz a pénzed? Aha. Na? Vagy ez nem kereskedelmi iskola? Ez kereskedelmi, nem? Hát ez még általános. Aha, hogyha alapfok, négy ember megbüntetek, igen, és négy ember után kapok 3000-et, szegények, akkor az mondjuk 12000 lesz a négy ember megbüntetése után. Igen. Hallottátok a videót? Nézzétek meg újra. Utas maga normális, ellenőr szerinted, a feleségemmel dolgozom. Válaszolta ezt az ellenőr, igen. Ugye az előző órában egy érdekes ellenőr kontra utas videót elemeztünk, és arról beszélgettünk, hogy vajon kinek van igaza, hol vannak a határok, mi az, amit az utasnak be kellene tartani, mi az, amit az ellenőrnek, és kinek van igaza, ha egyáltalán igaza lehet valakinek ebben a nagyon kemény helyzetben. Amikor ugye az ellenőr pénzt lát minden utasban, az utas menekül, és hát a közlekedési morálunk sem az igazi, mert rengetegen még mindig hát karitatív szolgáltatásnak tekintik a BKV-t, és ingyen utaznak, és azt gondolják, hogy engem úgy se kap el. Ha elkap, akkor pedig megsértődik. Nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. Dugó az M1-esen Tatabánya előtt, útlezárás miatt kb. 2 km, üdv Mici. Aztán az M6-oson a 44-es kilométernél van most a fotózás. Szolnok térségében a hatalmas köd uralkodott el mindenhol a négyesen, a ceglédi körforgalom előtt vadgázolás miatt a leállósában rendőri intézkedés van, és süsükülte nekünk. Gyulán a Paradicsomnál áll a háromlábú. Paradicsomnál? Az mi? Piac. Gyulán a Paradicsomnál. Aha. Nagy P-vel. Aha. Mi a Paradicsomnál? Lehet, hogy ott lányok állnak. Hát, lányok vannak, és azért paradicsom. Zuglói állomásnál elromlott a Lajos Mizsei vonat, a nyugatiba tartó vonatok bizonytalan ideig nem járnak. Te jó Isten, az összes vonat, ami nyugatiba megy, az most nem ér be. Uh-huh. Ez már nem is ír. Hát, ezt megszoktuk. Igen. Balázs, az előbbi téma, az tudod, hol a határ. Lettenye Záhony, Rávakülös. Köszönjük szépen, igen. Naphallgatója címretör. Azt mondja, hogy Izsákfa és Kemenes Pálfa között autó az árokban. Mindenki figyeljen, ezt Dávid küldte nekünk. Na, 9 óra után vendégeink lesznek. Érkezik hozzánk a retteget Éva. Jaj, nem át, tényleg. Itt is, hogyha cirkuszol, ha Andi, megver bennünket. A drága Andi a maga kis visszafogottságával is, hogy meglegyen az egyensúly, és meglegyen a szellemi töltet. Jöjjön az az ember, aki nem visszafogott volt. Várjál. Aki visszafogott volt, dehogy is Páko. Ne! Nem már! Miért? Miért csináljátok ezt velem? Most a Bárdostól mit kérdezel? Hát, hogy nagyon szenvedett, vagy nagyon szenvedett? Hát, de ugye mégis a szellemi. Megbánta? Úgyhogy 9 óra után, 8:30 után már a celebben foglalkozunk, végre mi is tudunk nyugodtan beszélni, úgyhogy bárkinek a kérdése van, akkor egészen nyugodtan bombázom bennünket, meg te is tudom, hogy egy csomó mindent akarsz kérdezni. Most, de akkor majd 8:30. 9 után még egy kicsit celebezünk. Jó. Egyébként. Sokáig nem beszélhetünk erről a műsorról, rádióadásban, de most igen. Minden titokról lerántjátok amit a van, amit akarsz kérdezni. Jó, van okay. Egy csomó kérdésed? Igen, hogy a bükkben milyen volt 6 hetet nyaralni. De ne leplezzél már le minket. Ja, tényleg, de arról nem volt szó, hogy bebuktatod a produkciót. Tehát arról azt nem mondtad, hogy bebuktatod a produkciót. Csak az, hogy van néhány kérdésed. De vendégeink egyébként csak 9 óra után érkeznek majd. Éva már csalást kiáltott, Éva már beindult, úgyhogy hát kíváncsi vagyok. Éva nagyon profi azon a téren is, hogy folyamatosan címlapon tartsa magát. Hát figyelj, ebben ő jó egyébként tényleg. Igen, Andi pedig a maga kis visszafogottságával próbálja hárítani Éva kilőtt nyilpuskájából a különböző kis lövedékeken. A kérdés, hogy sikerül-e. Na, egy ausztrál műsorvezető érdekes dolgot csinált, kísérletezett. Arra volt kíváncsi, hogy valaki kiszúrja-e, hogy ha nem cseréli egy férfi a ruháját, és ez ugye egy kísérlet is egyébként, ami érdekes, mert hogy a nők 3-szor veszik fel ugyanazt egy héten, észreveszed. Uh-huh. Amíg a paliknak ebből a szempontból sokkal könnyebb, mert azt csinálta, hogy egy éven keresztül minden adásba ugyanabba a zakóba ment. Hm.
És egy éven keresztül senki nem vette észre, hogy, hogy ugyanabban a zakóban van. Egy évig bírta. Egy munkatársát avatta be a dologba. Hogy volt heti hányadás? Egy adás? Minden nap volt ő adás, ja, vagy híradózott, vagy ami hírműsort csinált, vagy magazinműsort, és egy éven keresztül azt akarta bizonyítani, hogy a férfiaknál senki nem veszi észre, ha ugyanaz a ruhadarab van rajtuk. Aha, de inget cserélt. Inget cserélt, igen, nyakkendőt cserélt, viszont és ásson a drágot is. Hát az nem látszik a tévében, nem mindegy. Mi van, se cserélt? Nem is gondolkoztam ezen, de hát mi feltételezzük, hogy azért egy év alatt az combos. Csak egyszer-kétszer. legalább heti egyet, igen. Szóval, hogy egy éven keresztül nem cserélt zakót. És így elgondolkoztam ezen, hogy... De nem, azt olvasom, most várj, hogy inget se és nyakkendőt se. Uh-huh. Tehát nem volt az, hogy ugye inget cserélt és nyakkendőt, mert akkor azért nehezebb észrevenni. Most látom, hogy a kísérlet arról szólt, hogy, hogy inget se és nyakkendőt se cserélt egy teljes évig. Tök ugyanaz a szett, és senki ugyanaz nem a szólt. Set, tök ugyanaz a szett volt, és senki nem szólt. De volt a mosógépükön gyors mosóprogram. Hát vagy vedd belőle ötöt, hát most ne akadjunk már. Ugyanaz. Hát mindegy, hogy tiszta vagy nem, igen. A lényeg, hogy úgy, tehát tulajdonképpen ugyanaz volt rajta. Ha most este hazavitte ki, most az lehet. Ja. A cél az volt, hogy észreveszik-e ezt, észreveszi ezt valaki. Na most ott van például a szellőerős páros. Hát ott nézed a szellőpistát, csak hallgatod a hangját, figyeled az infót. Akit van. Nézel, ugye, az Antónia. Az Antónia. Az Antónia. Hát fordítva, mert a csajok megnézik a szellőt. Tehát a csajok ugyanúgy kiszúrhatják. Mi nem nézzük a szellőt, de hát a csajok nem az Antóniát nézik, gondolom én. Először nézik, hogy jobb vagyok-e az Antóniánál, vagy nem. A nő a nővel azért gyorsan összehasonlítja magát. De utána megnézik a szellőt, vagy megnézik az azurákot, nem? Vagy a Bárkonyi Andit. Aha. Tehát bárkit igazából. De én gyerekek, én nem venném észre. Nem, hát, mert nem érdekes. Egy férfinál nem, szerintem nem olyan. Ha csak nem egy nagyon fényes, rózsaszín zakó lenne mondjuk a szellőn, nem? Ha? Mert igen. Azért az kiszúrod. Az föltűnne, és minden este az van. Fehér csokornyakkendővel, igen, zebra mintás ingel. Azt mondjuk azért elég gyorsan. Az elég gyorsan észreveszed. Tehát egy jó szürke vagy fekete zakó, fehér ring, fekete nyakkendővel, így se tűnne föl szerintem senkinek. Hm. Egy jó szabású zakó, ó, megint milyen patent a szellő, már mennél is tovább. Tehát ebből a szempontból a nőknek ennyivel könnyebb öltözködni? Vagy nem, ennyivel nehezebb? Sokkal. Egy férfitől mikor kéred számon, hogy néz ki? Nagyon ritkán. Ha csak nem nagyon lepukkadt, akkor azt mondod, oké, koszos a ruhája, akkor megint számon kéred. De ha egy viszonylag jó minőségű, vagy jó szabott zakó van rajta, akkor szerintem elmész mellett. Meg, jó, megvan. Főleg az ilyen öltönyös zakós munkákban szerintem ott nem, egyáltalán nem tűnik fel. Tehát, hogy banki dolgozóknál mondjuk minden nap ugyanabban a zakóban, ugyanabban a nadrágban, fehéringben, nyakkendőben megy be, szerintem egyáltalán nem tűnik fel. Ha civilebb munkáról van szó, akkor szerintem ott inkább. Ahol nincsen mondjuk egy ilyen dress code, hogy neked nap mint nap ugyanabban, vagy valamilyen konkrétan, valamilyen jellegű ruhában kell bemenned. Ha te minden nap abban a Hello Kitty pólóban jönnél, amiben egyszer láttunk Nels Pruittban, azért mi is szólnánk. Láttál engem Hello Kitty pólóban? Igen. Ja, vagy hogy láttalak volna? Simán, másnaposan egyszer felhúzhattam egy Hello Kitty pólót, úgyhogy nem emlékszem. Voltak reggelek, amik kiestek. És tök őszintén meg, tényleg volt rajtam olyan? Voltak volt reggelek, amikor beültem a rádióstúdióba, és csak beszéltem, jó. És hallottam a hangomat, hogy beszélek, de nem tudtam, hogy csak a Facebookra netett fel. Igen, ha van róla a fotó. És alul volt rajtam valami, vagy alul mesztelen voltam? Sem, csak úgy jött. Egy elefánt ormányos alsó. és úgy ment. Egy pillanatra benyaltam ezt a Hello Kitty-s pólót. És elgondolkoztam, hogy úristen. De nem tűnt volna föl, hogy neked nincs Hello Kitty-s pólód, akkor honnan lett volna ott kint? Egyébként tényleg. Nálad szerintem észrevennénk. Hogyha? Hogyha ugyanabba a cuccba jönnél. Ez teljesen egyértelmű. Mert azért elég választékosan öltöző, ráadásul olyan jellegű ruhadarabokat veszel fel, amik nem szokványosak. Csak női ruhadarabokat szinte. És szerintem feltűnne. Gyerekek, az egyértelműen feltűnne. Vagy bizonyos márkák, bizonyos fazonok. Nálad feltűnne. Az Anna egy hétig ugyanabban jönne be. Nekem nem, én nem venném. Most azon gondolkoztam, hogy észrevenném-e. Mert a haját is kiszúrtam a múltkor. Na, tessék, mert figyelmes vagy, plusz, ahogy így átnézel a stúdióba, Annának csak a fején látszik a monitortól. Tehát, hogy nem látszik, hogy mi, nézd meg, nem igen. Látszik, milyen ruha van rajta. Nem. Egyébként csinos. De ha egy hétig búvárruhában jönne be, szerintem feltűnne. Igen. Lehet, hogy azért nem vett észre senki, mert a kutya sem nézte a műsorát. Gasztrobi küldte. Nézd meg!
Mi az, Rubi? Itt Magyarországon melyik az a híresség, akinek már le kéne cserélni kicsit úgy a ruhatárát, hogy fazonírozni? Hát már én ma már beszóltam valakinek, hogy látom az egyik internetes portál főcím oldalát, még nem beszóltam. De hogy milyen gyorsak, dicsérd meg őket. Így van, itt a villám, és köszönjük, hogy hallgatnak minket. Tehát 10 perccel az elhangzott mondat után már fönt volt. Nagyon kedvesek. Ördög Nóráról beszéltünk 2 mondatot 7 óra után, 7 óra 8-kor pedig már fenn volt a hírportálon. Hát ez egyébként hihetetlen. Mit gyorsult az információ szuperstráda itt 6 hét alatt? Hihetetlen. Ez 10 után szokott csak fent lenni, amikor mi valakinek beszólunk, pedig nem beszóltunk a Nórinak, hanem kedveljük a Nórit, csak elmondtuk. De most azonnal megértek. Bizony, gyorsak. Hát nem akarom megint az izét bántani a smukkandort, de hogy az gyerekek... Na, majd te meg most jössz a... Nem ja, tudom, tényleg, ne bánts már tényleg az Andort, mert nagyon, akkor én sem bántom a trütkót. Jó, nagyon, én nagyon szeretem az Andort, de hogy ő rajta mindig a fekete öltöny, fehérink, piros nyakkendő van, az tuti. Tehát ha most bekopogsz a smukkandorhoz, aki még alszik... Így nyit ajtót? Így fog ajtót. Zakóban alszik? Zakó. Piros nyakkendőben? Piros nyakkendő, fehérink. Van neki egy alvos nyakkendője is? Hát direkt arra. Meg egy alvos zakója. Meg egy alvos, vagy egy zakó szabású pizsama felső. Ő rajta mindig ez van. Igen. Én még őt nem láttam már. De a nyakkendő éjszaka nem azért van rajta, miért David Carradine-on, hogy megtalálták egy garrob szekrénybe. Ezt nem tudhatjuk. Ugye Carradine is rosszul sikerült. Fura játék után hirtelen megtalálták hajnal. David Carradine-t. Én is nyitok minden irányba, amellett csak le. Hajnalban megtalálták a kedvenc nyakkendőjével szegényként, ugye hát egy ilyen fura szadomazó játék keretein belül, ugye, ami kicsit túl rosszul sikerült. De nincsen igazából olyan magyar közszereplő, akire azt tudom mondani, hogy nagyon olyan. De hogy még nagy... talán a Trütkó. Igen. Az, aki bevezette azt, bár már kicsit csalódva láttam, mert hétvégén belenéztem a naplóba is, mondom, az összes műsort megnéztem, mindenen átszörföztem. Hogy méret helyes volt az ing rajta? Képzeld el! Vagy 100 fok felett mosta. Hogy vagy új a stylist, vagy fogyott, vagy hízott, nem tudom, de az ing méret helyesebb volt, mint az elmúlt 10 évben. Vagy nőtt a karja. Igen, vagy hízott. Hát más nem lehet. Szűkítettebb ing volt rajta, mert a Trütkónak volt a trütkos ing. Igen. Nagy bő, és nem volt begyűrve. Nagy bő nem volt, mint egy abrosz úgy nézett ki. Egy ilyen abrosz terített volna saját magára. És most, figyelj, láttam hétvégén, szűk ingben volt. És kicsit azt mondtam, hogy ez most olyan rossz. Fáj, már mi? Ez a világ sem régen behazajöttünk, hogy Trütkó mérethelyes inget hord. Jó, de a sapka az ott volt. Hát a sapka nála az abszolút. Védi egy. Szóval van olyan közszereplő, akiről azonnal beúrik, hogy milyen ruhát hord, és tudná rajta változtatni? Nem. Ugye? A Lagzi Lajcsi hord még ilyen érdekes zakókat, de az se olyan nagyon Lagzi Lajcsi is. Tehát nincs olyan tipikus közszereplő nálunk. Győzike szereti még az ebra mintát? Hát gondolom, arról nem tudták lebeszélni. Mert az egy időben rettenetesen ment nála, szerintem az még mindig lehet. Dübörgött, az megvan most is. Igen, de nincs olyan. Szóval azt mondod, szellőt nem venni... Kiszeltünde, bocsánat, hát azért most ő nem van nem még? Ő van, létezik és megy, működik nála. Működik, létezik, valami robot, valami felhúzott ilyen kisegér, tudod. Létezik, működik, megy, üzemeltetik. Igen, üzemeltetik, nála voltak ezek a nagy estéik, a mindig a túldekorált. Szerintem ott is lehetne azért beszélgetni valakivel, aki ért ehhez a szakmához, hogy mit kéne fölvenni. Igen, de nálunk nincs ilyen. Meg kell győzni az Azurákot, hogy vegyem fel 3 hétig ugyanazt, hogy kíváncsi ennek, hogy észreveszik-e. Valaki beszól, hát most majd beszéltünk róla, igen. Igen. Egyébként a Fábriról írják is, hogy tényleg ugyanaz. Tehát a kis mellény, fehér ing, egy nyakkendő, tehát ő az, aki ilyen klasszikban nyomja most már azért hosszú-hosszú évek óta. Ugye ott is csak az ing változik. Tehát ő az, aki ilyen nagyon Fábris. Mindig ez a mellény, nyakkendő, igen. Fehér ing, vagy világos ing. Igen. Na jó, mindenesetre ez a kísérlet érdekes, de a hallgatónk írta meg tényleg a jót, hogy valószínűleg senki nem nézi a műsorát. És ezért aljas kicsit, de egyébként igen. Na jó, van, játszunk egy jó kis hármasugrást, jó? Ha valaki szeretné, akkor egészen nyugodtan jelentkezzem SMS-ben. És ahogy mondtuk, 9 óra után vendégeink lesznek. A garanciát, kezességet, semmit nem vállalunk. Uh-huh. Hogy mi történik itt. Lesz merekedés? Egy-két címlap talán összejön belőle. Ha itt lesz Éva is. Hát biztos megbánt egy-két embert. Igen, 9 órakor érkeznek hozzánk. A második szériának azt is mondhatnám, hogy talán a legizgalmasabb versenyző, úgyhogy velük beszélgetünk. Ákos jön a hírekkel, mi pedig jövünk a hármasugrással a hírek után. 3-4-9 van egészen pontosan. Hú, de gyorsan lett vége ennek az AC/DC számnak, hirtelen. A jóból keveset adnak. 3-13. Olyan kis hirtelen. Hirtelen véget. Véget ért a dolog. Na, van a közlekedési híreink újra. Drága hallgatóink küldtek nekünk, és azért jobb ez így, azt kell, hogy mondjam. Élhetőbb. Ja, mit kintről olvasnak? Igen, tehát is most elolvasom, hogy a 10-es út Budapest felé áll Pilisvörösvártól, nevetséges, 24 éve megoldatlan helyzet, üdv Gábor, akkor jobban bele tudom magam élni a helyzetbe, mint 9000 kilométerről egy
pici afrikai városban, ahol nagyon fura, mert rengeteg fekete ember van. Tehát, hogy mindig rájössz, hogy... Én is csodálkoztam, mondom, nézd már, hogy... Igen, és érted, te vagy kisebbségben. Szoktad azt az érzést, hogy milyen fura? Az nagyon kemény. Hogy bemész egy szórakozó helyre, és kisebbségben vagy? És hogy mit érezhetnek ők, amikor például egy magyar szórakozó helyre bejönnek? Hogy milyen érdekes érzés? Egyszerre. És nem biztos, hogy jó. Te mit keresed, fehér fiúk? És hogy téged, fehér fiúként igen, úgy néznek végig, hogy nem érzed egészen jól magad, mert hogy kisebbségben vagy. A tízes utat... Igen, látjuk az SMS-eket, ma már nem fér bele, de ígértük, hogy holnap újra ráfírtatunk, jó? Vannak már bevett vonalaink, úgyhogy aki érintett, az figyeljem, holnap ugye 9-től Kassa Tibi, vagy 7 után, vagy 8 után kicsit ráfírtatunk a 10-es útra, hogy mi a helyzet. Rácsörgünk még az alpolgármester úrra? Hát ő kevesebbet tudott. Hát ha benn volt, igen, hát ha benn volt azóta egy értekezlete megint. Igen, benn voltam egy-két értekezlete, láttam egy-két rajzot, mondta nekünk 3 hónapja, na azóta nem történt semmi, bár ígéretek vannak, úgyhogy megkérdezzük, jó? Tartsatok ki, drága Morning Show hallgatók, ti, akik ott vagytok a 10-es úton, és 24 éve ezt így bírjátok, Vörösvár, Dorog, tényleg nagyon sok minden Solymárról, aki ugye nem Solymáron keresztül megy, holnap megpróbáljuk megkérdezni, hogy mi a helyzet a 10-es úton. Aztán gyorsan még egy közlekedés, Pécsen zivatar van, hatalmas eső, úgyhogy 0 a látótávolság. M2-es Sződligetnél autó az árukban, a sofőrt most próbálják kiszedni, ez Dekó küldte nekünk. Köszönjük szépen, 9 óra után pedig jönnek a celeb nyertesei, végre nyugodtan mindenféle... hát nem is tudom, kézmegkötés nélkül tudunk a műsorról beszélni, az ott szerzett élményekről, mert bár igazából kerültük ezt a témát 6 héten keresztül, elválasztottuk a rádiót a tévétől, pont azért, hogy ne lehessen arra fogni, hogy most itt ezt a műsort promozzuk, 6 hétig csak az afrikai élményeinkről volt szó, de a műsorról egyáltalán nem beszéltünk. Sőt, ha egy hallgató felvetette, akkor azt mondtuk, hogy más a tévé, más a rádió. Így van, most már nem csinálunk vele nézettséget, legfeljebb a torrentelőknek csinálunk egy kis kedvet. Így van, hiszen már nem megy, úgyhogy lehet róla nyugodtan beszélni. Azt a bükinek gondolod? Nem én gondolom, a magyar nép gondolja. Tehát amikor például én kint voltam veletek, és föltettem olyan képeket, ami így Magyarországon viszonylag kevéssé fotózható, akkor is megkérdezték, hogy ez jó, hogy te kint vagy, de a fiúk miért a bükből adnak? Tudod? De ez a baj. Bakony volt. Jaj, de hülye vagy, ne haragudj. Jó, akkor férfiasan bevalljuk, hogy ez a bakony volt egyébként. Úgyhogy... De még úgy nézett ki, hát nem olyan volt. Egyáltalán nem szerintem se, de valaki úgy érezte, hogy ott voltatok helyileg. Nagyon nehéz volt utána összefogdosni a majmokat, amúgy amiket eleresztettük. És visszavinni az állatkertbe mi. Észrevettem egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyit változott a szereplés egyébként az elmúlt szériához kapcsolódva. Amikor Dél-Amerikában voltatok? 8 évvel ezelőtt, igen. Hogy mennyire megváltoztak a közszereplők, meg mennyire kicsit hazug ez a világ, amiben élünk. Nagyon érdekes tanulsága volt ennek a két szériának, ahhoz képest, ahogy viselkedtek a Somájék, meg a falusi Marjanék. Á, vagy mindenki. Az emberanyag volt más. Tessék? Vagy az emberanyag volt más. Szerintem az emberanyag nem volt nagyon más. Tehát ott is volt értelmes, kevésbé értelmes, vicces, nem vicces, visszafogott, nem visszafogott, őrült, és nem őrült. Hát azért ott egy keleti Andi, az most egy Molnár Andi. Egy falusi Marjan a maga értelmiségi, kedves, normális, visszafogott buddhista hozzáállásával, akár lehet egy Bárdos András, csak nőben, és mondjuk nem újságíróként, meg talán nem is annyira kicsit elitistaként. Hát talán Marjan jobban élvezte. De hogy, szóval, hogy ugyanazok a karakterek voltak, a jó csaj, jó csaj. Aki sokat mutat, villant, sokat mutat, villant. Csak most, mint ott volt egy Bodi Szilvi, ott volt egy Horváth Éva. A Horváth Éva talán nem playmate, hanem mit tudom én, műsorvezető, de volt ilyen fotózásra, villantott, napozott, jó csaj, szereti a félország, szeretik a pasik. Itt most volt egy Bodi Szilvi. Szerintem nem ez volt az érdekes, hanem az, hogy mennyire megváltozott a szereplés az emberekben, és mennyire megváltozott a szereplés a közszereplőkben. Tehát az a fajta ilyen kifelé élés, vagy facebookozás, vagy kontrollált viselkedés, az most nagyon-nagyon jellemző. Tehát 8 éve, amikor kim voltunk, akkor nem ment még ennyire a Facebook, még nem akart mindenki így megfelelni az elvárásoknak, illetve nem félt mindenki attól, hogyha valamit kimondasz, vagy valamit megteszel, vagy te vállalod a saját véleményedet, legyen szó egy malac megöléséről, vagy egy kaja megevéséről, vagy bár a tűz, nem tudom, nem megrakásáról, ami aztán elalszik, az egyszerűen őszintébben merték vállalni. Tehát mindenkiben ott volt a kontroll most, hogy mit mondanak, hogy mit mondanak róla, hogy mit írnak róla, hogy mit posztolnak róla, hogy mi lesz a hatása, és mindenki minden tettében, nyilván az első pár napban volt ez jellemző,
utána azért ezek borultak, és mindenki elfelejtette a kamerát. Volt egy nagyon erős önkontroll a szereplőkben. És ezt szerintem ez a kollektív hazugság részemben most mindenki él. Amit a Facebook okoz, aha, meg amit a kifelé... Nem mondom ki, megpróbálok magamról jó képet csukározni a világ felé. Félek attól, hogy mit mondanak. Megpróbálok az maradni, akiként bejöttem a táborba. Aha. Nem mondok semmi jött, nem teszek semmi jött, nem csinálok semmi jött, mert úgyis lehúzzák azonnal a vizes lepedőt rólam, vagy rám húzzák, és a Facebookon megírják, aha, és elásnak, és nem fognak szeretni. Ez a fajta viselkedés, ez nem volt 8 év az emberekben, és szerintem ez a nagy-nagy hazugság része, amiben élünk. De azért még így is lehántott egy csomó réteget róluk, tehát hogyha, ha már említetted a Facebookot mondjuk, nézd meg, hogy mennyire kontrolláltan kerülnek ki a Facebookra mondjuk ezekről a közszereplőkről képek, és elsősorban itt azokra gondolok, akik a külsejükből élnek, vagy nagyon fontos számukra a jó megjelenés. Hogy ehhez képest azért olyan képeket lehetett látni róluk, meg olyan felvételeket lehetett látni róluk itt a táborban, hogy nem feltétlenül lehetnek rá például utólag visszanézve büszkék. Hát de az volt 8 éve is, a csajokról lehullott a smink. Ezt mondom, hogy de legalább ez a része megmaradt. Hát de ne, mert persze, de ez azért maradt meg, mert nem vihettek be semmit. Ez nem azért maradt meg, mert 8 éve ugyanolyan a világ, hanem azért maradt meg, mert ott is smink nélkül voltak, most is smink nélkül voltak. Tehát tulajdonképpen nem, egyszerűen nem tudtak sminkelni, de a viselkedés nagyon sokat változott. Tehát szerintem ma Magyarországon, és egyébként ezért is tanulságos ez a dolog, van egy olyan nagy kollektív hazugság, amiben mindenki, aki Facebookozik és megpróbál közszereplőként megfelelni az elvárásoknak, az él, és ha kiteszel egy kis kutyás képet, akkor 100 000-re lájkolják, és közben tök hazug az egész, mert senkit nem érdekel. De leírod valamiről őszintén a véleményedet, vagy elmondod, vagy kimerszted dolgokat jelenteni anélkül, hogy félnél attól, hogy annak mi a következménye, akkor azonnal mindenki egyöntetően tényleg ráthúzza a vizes lepedő, és azt mondja, hogy te milyen rossz ember vagy, és milyen gonosz ember vagy, és te miket csinálsz, és miket mondasz. De hát aki egyetért veled, az nyilván ugyanazt mondja, tehát azoknál te sztár leszel. Nem, szerintem ilyen fajta kontroll egyébként a közszereplőkben nem volt. Aha. Tehát jobban, mert őszintében mentek élni. Tehát sokkal őszintébb volt, maga a szereplés őszintébb volt. Most egy ilyen, az első pár napban mindkét tábornál egy ilyen kicsit maníros, kicsit kamerás, jaj, megfelelek, jaj, próbálok jól lenni, jaj, nem csinálok semmi, jött. Mindenki figyelt a saját imidzsére. Mindenki figyelt arra, fontosabb volt az, hogy ő hogy jön ki ebből a műsorból, mint hogy mi történik az adott műsorban. És ez nem azért van, nem azért volt, mert intellektuálisabban gondolkodnak, hanem mindenki megpróbált az önmaga által felállított képnek megfelelni. A nagyon vicces volt a cigi dugdosás, bocsánat, nem bírom. Tehát az, akiről tudod például, hogy dohányzik, és hát tudjuk mindenkiről, hogy jó, ha dohányzol, oké, nem szép dolog, mondom ezt én, aki magam is, de hát akkor miért nem vállalod? Tehát az is érdekes volt, hogy aki dohányzik, tehát tudjuk róla, hogy dohányzik, az is úgy dohányzott. Na, én erről beszélek. Érted, hogy dugta el, hogy miért kell? Hogy ez egy tök érdekes dolog. Tehát félsz attól, hogy az a nagy kollektív hazugság, amiben te részt veszel, és az a nagy kollektív hazugság, amit te az önmagadról felállítottál, az nehogy sérüljön. És a 68 évvel ezelőtti Szíria, ahol szintén közszereplők voltak benne, szintén olyan emberek, akiknek egyébként lehetett volna félnivalójuk, sokkal őszintébben merték kijelenteni, hogy öljük meg a malacot. Vagy csináljuk ezt, vagy nem érdekel, ha elalszik. De nem lehet, hogy ezért, mert ezek őszintébben emberek is voltak, mint a mostaniak? Szerintem maga a szereplés változott nagyon sokat. Mindenki nagyon kontrollál, mindenki nagyon kifelé viselkedik, mindenki nagyon, nagyon őrzi azt a képet, ahogy bement, hogy az a kép maradjon meg. Lehet, hogy ott egy kicsit őrjöngőbb társaság volt, de azért itt is nagyon sokan őrjöngtek. Mégis magára a szereplése vonatkozik egy ilyen, jaj, megfelelek az elvárásoknak, amit egyébként én támasztottam saját magammal szemben. Én itt azt éreztem nagyon, hogy azok az emberek játszanak leginkább szerepet, akik szerepet játszanak a hétköznapokban is. Akikről azt látod a saját Facebook oldalukról, a róluk szóló cikkekről, vagy cikkekből is azt olvasod ki, hogy egy szerepet játszanak, és ennek a szerepnek akartak ők továbbra is megfelelni lent a tábor. Most nézzük meg például egy Bunyós Pityút, aki szerintem tök ugyanolyan volt ott a táborban, mint amilyen egyébként itt a hétköznapokban. Tehát az egyszerű, őszinte és nyílcsisakkal játszó emberek, ott is őszinték és nyílcsisakkal játszó emberek voltak. Mindenki más meg pózolt, meg alakoskodott, meg odafigyelt az imidzsére. Igen. Ezek nem őszinte emberek? Na hát nem tudom, hogy igen, hogy mennyire nem őszinték, vagy mennyire nem is az, hogy nem őszinték, hanem félnek attól, hogyha ilyen vagy olyan társághoz csapódnak, akkor mit mondanak róluk majd, vagy az ő rajongói körük, vagy az ő nézőik, nem tudom. Érdekes volt a bárnos, mint jelenség is egyébként, őt ezt így belülről látni, ez nagyon érdekes volt. Egyáltalán nem is értetted, hogy jó, elmondta, hogy miért vállalta a dolgot, hogy ő meg akarja nézni ezt belülről, ezt a történetet, de nem nagyon tudtad hova helyezni a hapsit egyébként.
Nem. Nem tudtad, hogy mit akar ezzel az egészen. Ugye? Hogy ott próbálja, ő a belső játékos, egy picit a ti emberetek, ezt idézőjelesen mondom, aki az egésznek a mechanikáját akarja érteni, hogy hogy működik egy ilyen kvázi valóságsó, vagy pedig beleesett, és ott próbál megfigyelni. Izgalmasod, hogy szerettétek egyébként? Mondok egy nagyon érdekes példát. A Bárdost? Bárdost, hogy szerettétek-e. Nézd, tőlem nagyon sokan megkérdezték, hogy én kinek drukkolok, mondom, hogy nekem tök mindegy, meg ugye mindig vannak ezek az összeesküvés elméletek, hogy ez vagy az az érdek, hogy ki nyerjen. Tök mindegy, hiszen vége a műsornak, én erre mindig azt mondom, tök mindegy, hogy ki nyeri meg, aznap vége, másnap már nem kell nézettséget produkálni, tehát nem az a lényeg, hogy ki nyer, az a lényeg, hogy addig a műsor jó legyen. Én azt mondom, hogyha én az Andit, mint személyiség egyébként nagyon kedvelem, de ha választanom kell, hogy egy ilyen típusú műsorban 10 Andit nézek, 10 Andit, vagy 10 Évát, akkor 10 Évát nézem. Nekem az Évától a hajam kihullan a 3 percet, ide beül, és 5 percet rángatózni fogok. És ezért meg is mondom, hogy egy évvel elviselhetetlen vagy. De közben kedvelem, mert hogy közben megcsinálja a műsor, de ha 10 Andit kellene néznem, vagy 10 Évát, akkor 10 Évát néznék szívesen, mert az ilyen típusú műsorban ez van. De értem a magyar embert, hogy miért az Andit hozza ki győztes. Na, nekem ez volt a kérdésem. Mind a kettő szériában most, ugye a Madár és az Andi nyertet két. Nagyon aranyos. Van egy Aurélió és egy Madár, meg van egy Éva és egy Madár. Vagy egy Éva és egy Andi. Igen. A műsor lélektana érdekes. Nézed az Aurélió miatt, mondjuk meg az Éva miatt. Ennek két oka van szerintem. Aki generálják a konfliktusokat. Igen, és megnyeri valaki már. A magyar néző is tudja, hogy az Éva miatt, a Pákó miatt, a harcok miatt, a feszültség miatt nézed, mert az Andi nagyon kedves cuki csaj, de ha 10 Andi van a táborban, akkor ez a műsor megbukik. Aha. Ez a műsor, ez nincs. Mert az Andi nem az a típusú személyiség. Andit egy Éva... társas tánc lett volna benne. Igen. Andit Éva fölrakta a képernyőre azzal, hogy rászállt. De az ő visszafogottsága, az ő kulturáltsága, az ő konfliktus kezelése sokkal inkább szerethető, mint az Éva. Ennek szerintem egyébként két oka van, hogy miért az Andi nyer. Hát a szélsőségektől mentes személyiséggel sokkal könnyebben azonosulnak az emberek. De is elkezdik sajnálni például az Andit? Hogyne. Tehát, hogyha valakire rászállnak ketten, annak az a filozófiája, hogyha két-három ember rászáll egyre, akkor a néző mindig a gyenge mellé áll. Ez mindig így van. De a Madárra nem szállt rá senki. A Madárra nem szállt rá senki. Ő egy fedhetetlen személyiség. Ott volt egy őrült helikopterező, meg volt a Madár és az olimpikon nyert. Szerintem egyrészt a mese, amit a néző is él, hogy elindul, nézi a rosszat, de a végén a jó nyer. Tipikus nézői gondolkodás. Kettő, hogy azért van a magyar nézőben, szerintem nem is álszentség, mert talán nem ez a jó szó, de valahogy azért, akit nézek, és megcsinálja a műsort, ugyanakkor nem azt szeretem, hanem a jót szeretem. Tehát inkább ez, én ezt így magyaráztam, hogy ezért szavaznak az Andira. Hogy nehogy már egy ilyen ember nyerje, de nehogy már közben azt az embert nézem mondjuk 10 napig. Mert az ő viselkedése idegesít, szórakoztat, gyűlölöm, utálom, vált ki belőlem érzem. De nyerje meg a jó. Mint a klasszikus mese, ami elindul. És ez nem is változott, mert ugye 8 évvel ezelőtt is, azt hiszem, akkor igen. Ott is a falusi, meg a keleti, pedig ott volt egy Bárdosi, egy Benkő, ott voltak az őrjöngők. De valahogy. Hát ők csinálták a műsort. Világos. Tehát a magyar ember az abszolút így gondolkozik, igen. Ebben az országban egy pornosztár, egy ex-pornosztár soha nem fogja megnyerni ezt a műsort, mert nem fognak tudni vele azonosulni. Kicsit elismernék azt, hogy... Mindenki szexel, nem? Ja, hát igen. Hát, de ebből a szempontból azért sokan álszentek persze, hogy nézni nézzük, de elítéljük, hogy ő egy pornós, nem szavazunk, de azért szélesen megnézzük, meg azért mindenki ráklikkel Aleskára. Mondok egy példát, például a Peti hazatelefonálása, az nagyon leképezte ezt az esetet, hogy hogy gondolkodnak a táborlakók. Tehát 6 éve azt mondták volna, hogy inkább együnk. Ne telefonáljon. Aha. Ne telefonálj! És most az van, hogy nem azért telefonálhatott haza Peti, mert egyébként én jót akarok, hanem hogy ez a műsor egyszer elmúlik, és ezt a Bárdos ki is mondta. Ennek a műsornak egyszer vége lesz. Ez, ami itt van a táboron, az elmúlik, de nagyon fontos, hogy ki hogy jön ki ebből a műsorból. Tehát, hogy a saját megítélésed és a saját félelmed attól, hogy a saját közönséged egyébként mágián éget el, erősebb, mint az egyén érdek, amiként azt mondaná, hogy figyelj, én vagyok annyira bátor. Tudod mit, Petikém? 2 hét múlva otthon vagy, zabáljuk. Ja. Mert én se tudom fölhívni a csajomat. Te se tudod fölhívni a csajomat. Nem 2 hét múlva, 5 nap. Tehát, hogy akkor már csak 5 nap volt. És ott látszott, hogy néhány ember egyébként őszintén mondja, hogy telefonáljon haza, de néhány emberen láttam, nagyon-nagyon látszott, hogy nem azzal foglalkozik, hogy egyen vagy haza telefonáljon, hanem az ő saját megítélésével, hogy mit mondanak majd róla otthon. És a félelmei miatt mondta azt, hogy hát természetes és teljesen egyértelmű, hogy neked haza kell telefonálnod, hiszen van egy másfél hetes kapcsolatod, és aztán a telefont be se tudtuk tenni, mert arról szólt, hogy Edzel, aha, jól és vagy? Amúgy, hallod? Halló? Nem. Itt vagy? De most hallod? Angéla, és mit csinálsz? Edzel, az jó. Aha, az jó. Na jó van, puszi. Tehát, érted? De ők úgy döntöttek, hogy inkább telefonálj haza, mert az milyen cuki, de közben nem volt őszinte. És én erről beszélek, hogy nagyon érdekes, szocializálódott ez a fajta celebes szereplés 6-8 évhez képest.
hogy 8 éve az egész sokkal őszintébb, sokkal bátrabb, kevésbé megfelelési kényszeres szereplés volt, mint a mostaniaknál. Aha. Hogy mit mondanak otthon, mit mond a Facebook közönsége, mit mondanak a nézőim, mit mond a magyar nép, ha most a bármi rosszat teszel, ez az ország bárkit mágián eléget. Tehát a Bödőcsnek van a legjobb mondat, hogy lenne atombombák, azt a saját fejünkre dobnánk. Aha. Ez így van. És az ettől való félelem miatt volt ilyen. És ha annyit fordítunk rajta, mert akkor ezt az oldalt értem, hogy azok viszont, akik túl szerepelték a sót, és vitték a hátukon, ők azért voltak ennyire aktívak. Nem, ők azért, mert őrültek. Ja, mert ők ilyen. Világos. Hello, Éva. Tehát az Éva nem azért szerepelt így, mert ő 8 éves ugyanillet van. Tehát vannak a teljesen bipoláris, teljesen extrovertált őrültek, nekik teljesen mindegy, hol van. Aha. Teljesen mindegy. Na, jó van, gyorsan hármasugrás játszunk, aztán érkeznek majd, bárki kérdezhet Anditól, ha szeretnétek. Évától is persze nyugodtan mágia lehet elégetni, hiszen nagyon sokan nem szeretik, bár sokan kedvelik. Pákó meg csak jó, hogy itt legyen. Tőle nem kell kérdezni, mert úgyse értjük. Jó, hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Dani, hello, jó reggel. Szép jó reggel, sziasztok. Hello, Dani. Hello, hello. Na, már jó a reggelem, Annával kicsit beszélgettünk, most már Nógrádi urat értem, meg tényleg az Anna gyertő vagyok. Na, látod? Anna jó arc. Anna jó arc, ami drága Annánk, igen. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Tök könnyűek. Hmm. Kifejezetten ilyen könnyű, hétfői, hétkezdetes, visszatérős. Na, figyelj. Én most elmondom, csak a geger játszom, nem is érdekes az ajánlék, csak meg örülök, hogy bekerült a mondat. Mehetünk, végig megyünk, akármi van, én nem ezt bírom, be. Ezt bírom, ha valaki a gegre játszik. Így szól az első kérdés, nyakba akasztója. Melyik szigetország fővárosa Nikózia? Ciprus. Így van. Ez az. Őrület vagy, őrület. Figyelj, Dani. Hírek van, tudom, gyorsan pörgessük. Így szól a második kérdés, dedikált egérreletétért. Melyik pop előadós lágere a Mary the Night? Hát ezt nem fogom tudni, ezt most van mondom. Hú, nagyon sokat ment nálunk is. Kedvenc egyikünknek, na mindegy. Mary the Night. Hát nem tudom. Annyit segítünk, egy hölgyről van szó. Na jó, most már elég. Hölgyekből aztán jól otthon vagyok. Nincs meg? Nem, ez nem lesz. Lady Gaga. Olyannyira hölgy, hogy Lady. Be akartam tippelni ráadásul. Júj! Na, miért nem mondtad? Nem tudom. Hát az igazság, hogy én nem igazán szeretem a női előadókat, viszonylag keveset hallgatok. Sőt, rétek zenébe utazom. Tehát én nagyon ilyen hip-hop meg egyéb apróság. Tudod, Tupac, amit szeret? Tupac? Szereted Tupacet? Mindenki. Valamelyik nap kint Afrikában Cypress Hill-t hallgattam, meglepődtem. Ilyen felvétel van. Igen. Na jól van. 94-96, igen. Nem ma volt. Nem. Dani, ez gyors volt, de szimpatikus. Ne, köszönöm. További szép napot nektek, fiúk. Köszi a játékot. Szia. Ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 3 perc. Egyébként semmi Kukit nem tudtuk meghívni, de Kuki most éppen, ha minden igaz, akkor pont a bocsiéknál ül. Kuki nagyon szimpi volt. Igen? Kuki, ha, jó, Kuki. Kuki. Egy jó értékítéletű srác egyébként, igen. 9 óra múlt pontosan 3 perccel jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után mi is. 9 óra múlt pontosan 19 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, halkítok a tévé, mert itt tévé vagy, vendégek vannak. Azt még a tévé hagyján, de... Hagyján, igen. De hogy mennyi minden történik itt a stúdióban. Adjátok vissza Janit. Te raktad el, Pákó? Igen. Igen? Itt a Jani már, itt van. Na, gyorsan egy-két közlekedés, mielőtt belevágunk. M1-es Győr felé, Tatabánya előtt beállt, lépésben halad a sor, ezt Laci küldte nekünk. Az M1-esen az 51-es kilométernél van egy baleset, Budapest felé áll a forgalom, most szállt le a mentőhelikopter, aki tud, kerüljön. Valamint a 83-as úton Pápa és Takácsi között szalagkorlátot cserélnek a legnagyobb kanyarban, tárcsás emberkék engedik felváltva a sávokat, ezt pedig Geri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, hozzánk pedig megérkeztek a második széria lakói, így fogalmazzak? Lakói. Igen. Jó reggel. Andi, Aleska, Pákó, Éva, hello. Jó reggel kívánunk nektek.
fura így őket ruhában látni. Már nem, mintha mesztelen ülletek volna, nem, Jani? Főleg a leskát. De hogy jött veletek Bogi, ugye a sajtós, és mindenki kisminkelve, mindenki hajat mosva, mindenki ruhában. Pákokám, mindig aki beszél, jó, az húzza oda a mikrofon, mert két mikrofon van, és négyen vagytok. Te növeszted a hajadat, Páko? Igen. Már majdnem olyan hosszú, mint az enyém. Persze, hazajöttem, kicsit megfázok, tudom, arra gondoltam, hogy meg, hát ideg van. Nem akartál kint maradni? Jó, nem akartál kint maradni? Barátaid, rokonok, meg nekünk jobb lett volna. De már ott is maradtam, hát mivel nekem már két hazám van afrikai hazám, és van Magyarországon. Tudod, azt mondta. Édesítón lenni. Mondjad, Andi. Igen. Azt mondta, hogy Kuki a tesója, és Kuki már itthon van, úgyhogy végül is a család itthon van, nem? De utána abszolút. Azt mondta, hogy Éva meg én vagyok a lány testvére. Igen, én a Pákónak vagyok a húga, és kérdeztem meg a bunyós picit, hogy apa, miért más színű a Pákó, mint mi? Hát azért, mert anyádhoz egy afrikai kéményseprő beugrott. Jézus, már el nekem, hogy mi ott álltunk, mert fogadtunk téged, ugyanis mi forgatni akartunk veled egy megérkezést, hogy te megjössz, és leforgatunk egy kis filmet, még arról is volt szó, hogy csinálunk egy átverést, amiről te nem tudtál, de azt végül is lefújtuk. Hogy késtél le te két repülőt? Azt mondd meg nekem. Az első repülőt, Kremszben úgy késtem el, elmentem ez bogákink enni, és arra gondoltam, hogy én nagyon éhes voltam, de gondoltam, hogy mielőtt bekotozom a dzsungelbe, szeretné, hogy a betonni a gyomromba kajával, hogy és elmentél lenni, és elment a repülő. Igen, elment a repülő. Majd leültél, hogy jön a második repülő három óra múlva. Igen. Ez kérem szépen, hogy úgy volt, hogy a más kapu előtt álltam. És akkor akkor szóltam a szekesztőségnek. És a második gépet úgy késted le, hogy rossz kapunál álltál? Igen, rossz kapunál álltam. Tehát elmentél a jó kaputól, de nem találtál vissza. Balázs, ne csodálkozz, egyedül voltam, egyedül utaztam el. Nem csoda, hogy egyáltalán hogy ne egy rossz útra, hát most benne van a paki, hogy elkésse, vagy valamit történni velem, érted? Hát annyira szónyú volt egyedül utazni. Ilyen rossz útra. Ti már bemoltatok a táborban, nekünk volt egy kis izgalom, mert nem érkezett meg az első repülővel, nem érkezett meg a második repülővel. Igen, mindig volt a magyar stáb, hogy fogadja, és a harmadik valamikor este jöttél meg. Éhes voltam. Éva és Andi, te mit mondasz? A barátaim azt mondták, hogy fú, egész jól jöttem ki belőle, de hogy az Éváik ugye arról beszélgettek, hogy én milyen vagyok az ágyban, azért az már sok. Én azt hittem, nem vágják be. De nem aranyos, ha kimegy egy tévéműsorban. Ezt egyébként a Szilvinél is nagyon szerettem az első szériában, amikor Szilvinél hányszor ledobta a textilt. Majd teljesen kiborult. Te nem dobtad le, de hogy Szilvinek is ugyanaz volt a reakciója, hogy ő azt hitte, hogy egyébként, hát ez fura, mert hogy ő nem tudta, hogy ő bekerül úgy, hogy levetkőzött. Miközben monokinizett a folyóparton. Igen, miközben 24 óráig monokinizett. Igen. Szóval, hogy kibeszéltek téged, hogy milyen vagy az ágyban. Igen. Ez úgy furcsa volt, mert ők nem tudhatják, ugye, hogy milyen vagyok az ágyban. Furcsa, mert erről mi is beszéltünk. A közérben a néni jön oda gratulál, hogy Andikám nagyon, és az a szemét, és ez, és miért nem húztad ki. De várjál, az Andrásnál gyorsabban tudod küldeni valaki gratuláló SMS-t? Tényleg, ki volt az első, aki írta? Bárdos András, hogy gratulál? Igen, ő is írt. Mit mondanak így az utcán az emberek oda? Én nem voltam még az utcán, igazából otthon a kanapén feküdtem, és elkezdtem visszanézni az adásokat, hogy ti milyen hülyék voltatok. Nem, még veletek egész normálisak. Ja, hogy akkor még nem volt így reakció. Nem mentem ki az utcára. Aha. Nem mertem. Én már voltam a Kampónába. Éva, nem mondjuk helyeket, csak mondjuk azt, hogy bevásárlóközpont. Meg akartak verni inkább, vagy szerettek? Mert azért te véleményes vagy. Aurélióval voltam. Azna az erős csapat. És az a durva, hogy odajöttek hozzám az emberek, és örjöngve gratuláltak, és én csodálkoztam, hogy nincs negatív, mert egyébként az internet tele van negatív és mocskolódó kommentekkel. Az internet az egy ilyen világ. De nagyon nehezen viselek lelkileg, mert tényleg, amit hallgattam és amit mondtál, hogy ez a jó és a rossz küzdelmévé vált, és tényleg a mesékben is és a valóságban is a jók győznek, és a rosszak elnyerik méltó büntetésüket, egy műsorvezetés, köszönöm szépen. És egy ember, az Aleskával voltam szombaton egy szórakozó helyen, és egy ember mondta azt, ez már hakni volt, ahol meghívtak benneteket, hogy álljatok a bárpultnál? Nem, X-faktoros záróbulim voltunk. Ja, azt hittem, hogy ez már hakni volt. És oda jött hozzám egy fiatalember, és azt mondja, hogy Éva, te nagyon gonosz egy ember vagy, mondom, te meg részek.
Igen, mi erről beszélgetünk a Ferivel, hogy hogy van ez, hogy, hogy vannak karakterek, akik csinálják a műsort, de mégis vannak karakterek, akik közben megnyerik ezt a műsort, mint a Keleti Andi, vagy a Marian, vagy a Madár, vagy az Andi, és próbáltuk boncolgatni, hogy mi lehet ennek az oka, nem? De valószínűleg akkor tényleg ez, amit most te is elmondtál. Ez a mese szerintem, nem? Igen, miatt nézik, de a jónak kell nyerni a mese végén. De egyébként én tisztában voltam vele, ezért hozzátartozik az elejétől fog, hogy én ezt a műsort nem nyerhetem meg. Ha nagyon úgy viselkedtem volna, tényleg azt a nagyon cuki énemet adom és vicces vagyok, akkor talán. Én is bizonyíthatom, egyébként van, tehát én ezért nem tudok rá haragudni egyáltalán. Regressziós hipnózis. Cuki és aranyos énjét te is felfedezted? Van olyan oldala, én arra koncentráltam végig. Igen. Hogy azt lásd benne. Igen, amúgy Évával azért is lettünk mi például jobban, mert én azért véltem felfedezni, hogy ő aranyos és kedves, csak megvan benne ez a kis skizó hajlam. Meg szeretek a kamerák előtt, ugye szeretek játszani. Mint a Pákó. Ez így van, ez így van. Én azért sokat voltam a Pákóval, azért a Pákó nem játsza, ő ilyen. Mondjad, Pákó? Azért szeretem az Éva, mert Éva, szeretem, ahogy eljátszottál a dzsungelbe, a kapuba jött nekem. Hogy én élveztem azt, hogy én 9 emberrel konkrétan úgy játszok, ahogy akarok, és azon voltam kiakadt, hogy bármit megcsináltathatok velük, egyszerűen nem buknak ki. Mondom magam, és ezért buktál te ki, hogy milyen unalmasok vagyunk. Hogy milyen unalmasok, hogy egyik se borul, mondom, nézem, csicskáztatom őket, hideg, meleg, megcsinálják a feladatot, és konkrétan senki. Mondom, ezek nem tudom, ezek vasból vannak. Igen, például az a... Húzod a mikrofont. Próbáld ezt a mondatot megjegyezni, Cica, hogy a mikrofonra beszéljen. Húzod, mindig jó közel. Például ezt a emlékszere van, a fogkefel, tudom. Ja, ott én bebuktam teljesen a Krisztián előtt, mert olyan bénám... A Krisztián a kuki. Nem, a Pars Krisztián. A Pars Krisztián előtt bebuktam, mert nagyon bénát csináltam. Hát meg a saját ágyadban rejtetted el a funkefet. Ez az még jó, nem a hát meg mondtam, hogy a kolát rejtsd el, és végül ugye beleittál. Mi volt az, amit a legjobban szerettetek, Andi? Tehát a szabad ég alatt alvás, mikor hideget nyilván az esőt kevésbé, de ugye azért akik nézték ezt a műsort, talán nem is érték, hogy azért ez ugyanakkor mekkora élmény. Nem, hogy 16 napig folyamatosan szabad ég alatt aludni, hideg vízben fürdeni, élmény az idézőjeles, most vagy jó, vagy rossz. De olyan tapasztalás, amit szerintem itthon nem tud az ember megtapasztalni, kiszakadva a mobiltelefon, az internet, a fórum, a Facebook világából. Hát pont elmondtad azt, hogy a természetben és a természettel együtt élni, az maga volt a csoda, hogy nem nézted az órát, persze próbáltunk tippelgetni, hogy mennyi lehet az idő a napállásából, aztán sose tudtuk, hogy végül is mennyi az idő, és ez így volt rendjén. Aztán ugye a tisztálkodás okozott egy kis nehézséget, de hát ki hogy megoldotta, igaz, Pákó? Igen, valaki nem érzekelt, mi Pákó? Pákó, hogy oldotta meg, hogy mit csinálta? Mindig oldok magam a dzsungelbe, ezt a vudu. És ezáltal én megtudtam, hogy hány órával. A vudu. Azért én nem irigyellek benneteket, ha 24 órán keresztül hallgatni. Igen, és a vuduval tisztálkodott is. És minden percben elmondta, hogy a dzsungel az én hazám. Ezt tudom. És csak az összefoglalók, Balázs, ami nem az... És nekem kellett volna menni. Várjatok, csak ne beszéljünk egyszerre, mi Pákó nem fürdött, Andi, erre akarták lyukani? Csak a vuduval, hát végülis megtanult majdnem úszni is. Azt azért hozzá kell tennem, hogy a Pákót mindig elkísérte valaki fürdeni, vagy a Bunyós, vagy a Kuki, mert egyedül nem mert fürdeni, mert ugye félt, hogy belesik, és ő nem tud úszni. Figyeljetek, a bátorságpróbán, én elmondtam a Pákónak, hogy van egy olyan bátorságpróba, ahol ugye te voltál Éva meg a Pityú, hogy le kellett csúszni egy csúszdát. Beesett a vízbe. És én mondtam a Pákónak, ez nem kerül műsor, hogy Pákó, emelt fel a fejed, mert nem tudsz úszni. Nos, rájöttünk Janival, hogy Pákóban az alapvető ösztönkör, a túlélés nincs ösztönköre sincs meg. A fajfenntartás, az életben maradás, ez egy dolog, de hogy az legelső ösztönkör az életben maradás ösztöne, ugye a túlélés nincs meg, ő beesik a vízbe, és arra nem képes, hogy felemelje a fejét. Az a durva egyébként, hogy ugye az értelmi képességek egy dolog, de hogy még az ösztönök sem fejlődtek ki benne, egyedül a fajfenntartás. És utána ugrott egy csávó, emlékeztek mindig. Én szóltam a magyar rendező srácnak, a Daninak, hogy szólj egy dél-afrikainak, hogy be kell ugrani a Pákó után. És a dél-afrikaiak mondták, hogy persze, van rajta mellé, hagyjuk. És állt egy ember, egy dél-afrikai srác, egy Granger, aki őt az állatokat hozza, meg kaszkadőrön biztosít, aki nézte, hogy a Pákó, ha akkor megyek, levet között és beugrott. Mi utána történt ott, Pákó? Miért nem? Hát miért nem emelett föl a fejem? Hát nem félem, én félek a víztől. A víz nem az én barátom. De ha valaki mentőmelény és fölemeled a fejed, akkor nem tudsz megfulladni. De az képtelen voltam ezt megcsinálni, mert amikor beestem a vízbe, onnantól kezdve én már pánikba estem, hogyha innentől már csak a halál jön. Én hozzáteszem, bocsánat, hozzáteszem, hogy mellig ért a víz.
Egyébként igen. Meligért a víz. Milyen volt az éhezés, Andi? Az hogy bírtátok erre? Kevesebbet tudtunk beszélni. Ki az, aki nagyon szenved? Én voltam a legszigorúbb, mert hogy én osztottam a kaját, és hogy én igazságosan igyekeztem osztogatni, és ugye első este nem kaptak a például a kuki ételt, pedig éhezett. Úgyhogy hát nem tudom, kicsit gonosznak éreztem magam. Aleska volt ebben a leggyengébb láncszem, mert ő olyan falánk volt, hogy elsőként állt oda a bográcshoz, és a repett állt még csak ezt hallottam, ezt szóval teljesen megdöbbent, hogy félrelökött idézőjel sem mindenki. Igen, bennem konkrétan bekapcsolt ez az ösztön, hogy én nem akarok éhen halni, és mindent meg és mindenkit legyőzött ahhoz, hogy elhessen. És annyira kedves volt egyébként, mindig, amikor befejeztük az étkezést, akkor mondja, maradt még rizs! Igen, mindezt ezen a hangon egyébként. Igen, ezzel igen. Után arrébb tett egy kicsit a tükröt. És kikanalazta még az edényt, a maradék égett rizszemekért. És Aleska, ez már profi smink rajtad, vagy hoztál el egy darab szenet? Hoztam magam egy nagy zsákba, hogy itthon is tudjam használni, mert annyira bejött. Végül is természetes alapanyag. Feri, mondhatod, hogy akarsz amit kérdezni? Van egy játék, nem itt a rádió stúdióban ülünk, hanem egy szobában ültök mindannyian külön, előttetek van egy fehér lap, magatokat nem mondhatjátok, kinek, tök őszinte választ kélek, kinek kellett volna megnyerni szerintetek a versenyt, Aleska kezdé. Négyünk közül? Ne, tehát te nem játszhatsz. Kukinak. Kukinak kellett Kukinak. Volna. Én is azt mondom, Kukinak, abszolút. De számomra műsorvezetőként a Kuki nem csinált annyi mindent, de Kuki egy nagyon jó ember egyébként. Pontosan csak azért, kérdés, mert hogy azt számít-e, hogy ki milyen jó ember, vagy ki milyen sót csinál. De az elején körül nagyon ment a ninja-ába. Tehát ő úgy elvitte, és aztán elfáradt. Nem volt róla. Meg túl sokat beszélgetett Andrással. Szórakoztató volt. Én jókat nevettem rajta személy szerint. Igen, ez így van. Ahogy Andi is mondta, hogy elfogyott a Kukinak ez a szórakoztató oszton, de amikor megjöttem, a dzsungel király. Ne, akkor ne. Azért húzódott háttérbe a Kuki, mert megjött a budumester. És ami például, én az Andrással nagyon kevesen tudtam utólag beszélgetni. Neki volt egy bátorság próbája, ahol meg kellett inni a dolgokat, szerintem ő ott tört meg. Több szempontból, és ez egy nagyon érdekes pszichés jelenet volt az a bátorság próbája. Megcsinálta, de igazából neki ott nagyon sok minden leesett. És amíg ő próbált ebből az egészből egy kicsit kinmaradni, amíg próbált ezt az egészet megúszni, és minden bátorság próbált méltósággal megcsinálni, ott az ivósnál nem volt kiút. Ott tört meg több szempontból, és egyrészt fizikailag, hogy azt meg kellett írni azt a mennyiséget. Kettő, nem tudja azt mondani, hogy nem ette vagy itta meg ugyanazt, mint Éva Aurélió, tehát őt idézőjelesen ő celeb lett. De volt olyan pontja a dolognak, amikor ő egyébként jól érezte magát? Vagy ő azt mondta, hogy ő én szereti ezt a műsort. Amikor mi beszélgettünk, akkor igen, jól érezte magát. Szerintem meg Kukival is, amikor beszélgettünk. Amikor visszafelé becsekkolt. Szerintem a castingolós feladatnál is, ugye ő kapott egy ilyen castingolós egy feladatot. Egy híradós castingot, azt láttam. Szerintem azt ő nagyon élvezte. Én akkor láttam őt a legjobban elemében. Igen, ott rajta, hogy tényleg élvezi az egészet. De egyébként én azért feszélyezve éreztem magam, meg én azért konfrontálódni sem akartam vele, mert azért ő egy Bárdos András. Addig volt béke a táborban, amíg ott volt András. Igen, mert elszabadult Éva és a pokol. Muszáj volt. Igen. Nekem a Peti mondta, amikor kijöttünk, hogy az András felé valaki mindenki úgy közelített, hogy a tanár úr. Igen. Igen. Ez miért nem volt ránk igaz, Jani? Mi miért nem tiszteltük ezt? Milyen rossz emberek vagyunk? Akkor mi nem tanár urasztunk. Mi csak azt mondtuk, hogy egészségedre, András. Jó étvágyat kívánunk, Bandi! Mert hogy mi masszívan Bandi. Megmondom miért, azért, amiért én az érdi műhelyt látogattam annak idején a média iskolába, és nem a Bárdos. Bennünk ez a tisztelet, belülünk ez a tisztelet kicsit hiányzik. Az András azt mondta rólatok, mert hogy beszélgettünk, hogy kérdezte a Kuki, hogy de hát hogy beszélnek már rólad a Balázsik, és azt mondta az András, hogy ez a dolguk, igazi profi műsorvezetők. Szóval ő ezt abszolút nem vette. Szokott. Hát egyrészt örömünket is leltük benne azért, hogy Bárdos Andrással megjutott három fűrtojást, azért ez mindig egy nagy televízió. Amíg az lett volna, de iguána volt. Köszönöm, hogy kifekszik a teraszra legalább. De mondja ez? Mondjad, Andi. Nem, hát én is ezt mondtam a Leskának, hogy feküdjünk ki a teraszra egy-két napra, rakjunk tüzet a parkettá csíkokból, és akkor visszajön az a hangulat. De mondjuk a füstös hajam az még mindig megvan. Én nagyon boldog vagyok már, hogy itthon lehetek, mert ez számomra azért azt hozzáteszem, hogy más forrókon is elmondtam. Nekem nehezebb volt ez a 17 nap, mint 6 hónap valóvilág. De mitől volt ez ennyire nehéz? A fizikai körülmények között? Nem, miatt? Én nem is voltam éhes, én azért, mert olyan emberekkel voltam összezárva, ugye ez már, de nem azért, mert hogy 9 olyan ember, aki ugye nem csinál konfliktust, és ugye én voltam az egy, aki generál, és nem volt mellettem partner, mint mondjuk az Alekosz. A valóvilágban extrovertáltabb emberek vannak nyilván. Igen. Civilek, extrovertáltabb, a kevesebb veszíteni valóval is nehéz volt fejben, meg idegileg, hogy például volt olyan, ezt elmesélem egy titkot, jó? Megcsináltam a balhét mondjuk a Leskával, és mondom, na, jó van, akkor lefekszek most aludni, megvan a mai adás. Tényleg, és
És ezek után nem is segített a konyhába, meg semmi, mert ő elintézve érezte a dolgát. Meg, megfelelt az elvárásra. Ki gyűlölsz a legjobban? Én nem gyűlölök senkit. Ki utálsz a legjobban? Mindenki. Ki nyírnál ki a csapatból egy pohár vízben? A csapatból senkit. A csapatból, akiket én karakternek tartok, és továbbra is fogom velük tartani a kapcsolatot, Aleska, Kuki, Pákó és Bunyós Pityú. Andit egyébként továbbra is azt gondolod, hogy ti raktátok fel a térképre azzal, hogy rászálltatok? Meg kíváncsi, hogy Andi mit mond erről. Tudod, mi a durva? Én azt mondtam Andinak a második napon, és én tökre szerettem őt, hogy te vagy az az ember, akivel az életemben nem lesz konfliktusom itt bent, mert olyan vagy magamban mondtam, igen, mint a Andi levegő. Nagyon ügyesen, valahogy így ezek úgy pattantak le róla, és téged ez borított ki leginkább, hogy nem találsz fogást az Andi. Nem, tehát, hogy passzus, nem. Utána, ahogy hisztizett, meg a balhézott velem, utána azért odajött, hogy jó, figyelj, nem is gondoltam annyira komolyan, mert végülis tök jó fejcsaj vagy. Szóval nem lehetett tudni, hogy most mit gondol ő komolyan. Nem. Szerintem a térképre egyébként a patkányos bátorság próbával tettem föl magam, illetve egyébként azzal igen. Az elszólással, hogy a Kuki azt mondta, Kuki hogy föl. Nekem kell lenni a dzsungel királyának. Na, én az azt tudtam, hogy kiüti a biztosítékot Baukó Évánál, szóval... Onnantól elindultam. Meg a bátorság próbád egyébként tényleg. Azt nem kellett volna mondani, akkor ki, hogy a tábor vagy, hogy te fogsz megjelni, a dzsungel királynője. És ne nézd rám ilyen csúnyát. De akkor ki mondta, ne az Andira. Igen, mert én is ránéztem a táborba, hogy Andira, hogy ezt mit szólsz, csak akkor mondta Éva, hogy na, az, a te megnyered, ekkora botlány lesz, mert igaza van. Igen, ekkora botlány, mert tényleg igaza van, mert abszolút Andi a táborba. Te egy rendes jó szívú csaj vagy, de azon kívül... És miattam volt tiszta a WC, meg kapták kaját, és ezt azért nem hangsúlyoztátok, mert ez mint a természetes lett te volna. Te voltál a budi felelős, tényleg? Ezt igen, nem is tudtam, hogy ilyen csomó, de nem láttunk vállaltam, azért. Önként vállaltam, mert egyszerűen például Éva környékére nem ment, nem. Amikor ő felelőse volt. Én amúgy elmondom, hogy amikor egyszer elmosztották, akkor szóltam Krisztal drágának, hogy jaj, nem látok, nehéz a WC-t, légy segíts, és megcsináltottam vele. Éva, komolyan mondom, neked Schwassernak kéne menned egy női börtönbe. Egészen biztos vagyok benne, de ez foglalkozásod. Még egyet el szeretnék mondani, hogy ugye én megbékültem abszolút azzal, hogy Andi nyert, de hogy tényleg, amit mondtam, hallgattam is, hogy a magyar emberek tényleg azt nézik, ugye, aki szórakoztató, és az egészen a döntőig ugye elküldik. Igen, de Andival szeretnék inkább egy háztartásban élni. Hát, pedig velem is lehet, velem bárki bármit csinálhat, még itallal is meg tudom kínálni, mert van nálunk pia is, bár én nem iszom. Nálad anarchia lenne. Nálam azt csinálnak mindenki, amit akar. Egy olyan fontos kérdés foglalkoztat minket a János Salandással kapcsolatban, hogy is hányadik napon sikerült budira mennie? Mert ugye nekünk panaszkodott az elején, hogy... hogy neked elmondta, volt egy ilyen, hogy félrehívott a beültet a könyvtárba, és azt mondta, Andi... Mert nem láttuk a tűzijátékot. Sikerült. A lombok miatt. Sikerült, Andi. Ezt neked mondta, nem? Kezet fogtál, és azt mondta, hogy örülök, András, a magad kis visszafogottságával. Örülök, András. Andi, nagyon hazatértem. De nem árulhatom el a műhely titkait. Folyamatos téma volt, tehát, hogy nem csak az András, hanem mi is egyfajtában ezzel küzdöttünk, és ez egy napi téma volt, hogy na neked sikerült, vagy neked sikerült. András ott követte el a hibát ezzel kapcsolatban, hogy bement a riportszobába, és elmondta ezt egy hasznos szinkronban, hogy neki több dolga van, a borotválkozás, a higiénia, a fürdés, és így nem tud elmenni budira. Mi álltunk, néztük az összefoglalót, ezt egy tollal feljegyzeteltük, Andrást felhelyeztük ezzel a térképre, a budi térképre, és négy napon keresztül azért izgultunk az élőadásban, hogy Andrásnak vajon sikerült-e. Ha ezt nem mondja, nekünk fel se tűnt. Bizonyára sikerült. Az Aleskával boxoltam, ez volt a legnagyobb problémám. Jó, de ez ne erre fog. Mit mondott András, amikor visszament ezzel a bátorság próba után? Ő két napig szegényként nagyon szenvedett. Őt megküzdött azért, hogy Csillagot vigye haza, de én ott már picit sajnáltam. És kedvesen volt igazából beszélni, tehát elvettétek minden kedvét, azt hiszem, a játéktól, azt a maradékot is, ami volt neki. Én ott tudtam, hogy ő megtört fizikailag, lelkileg és mindenhogy egyébként, és megviselte ez a műsor, hogy írta a blogját. Ugye a blogját ő úgy írta, hogy ő leírt egy darab papírt, kapott egy ceruzát, kiadta, és a szerkesztők egy beléptek az ő felületére, és begépelték. És ez nem titok, ezt elmondhatjuk. És ott leállt a blogírás. És az utolsó 4-5 napban már nem jött semmi. És kérdeztem, hogy mi van az András, nem ír blogot? És mondták, hogy 4 napja semmi. Vagy 3 napja. De az benne volt, hogy ő beállt a sorba ezzel? Nem az, hogy beállt a sorba, szerintem egyszerűen elfáradt fizikailag, idegileg. Nehogy azért hát gondold el ilyen csapattal. És hát a gyomrában. Életem. Éva, Pákó, Aleska, azzal van, meg egy bárdos. És a gyomra már nem vette be se őket, se a koktélt. Beosztotta Pákóval mosogatni, tehát hogy egy bárdos Pákó mosogatás. Igen, azért bevallom, direkt volt, hogy egy kicsit még fokozzam az András hangulatát, de amúgy nekem mondta az András, hogy ő azért nem írja a blogját, mert már nem tudja kívülről nézni, mert annyira belekerült a szituációkba, hogy már ő is így inkább a
mint a többi lakó. Hát meg nekem sokszor mondta mindig, amikor ilyen kecske szart kellett takarítani, hogy Éva, már megint ott van, mondom, nem baj, majd csináld a kommentet. Jó, de neki valami fóbiája van ezzel kapcsolatban. Hát tisztaság, igen. Szerintem tisztaságmániás, de amúgy nem baj az, csak hogy lehet, hogy ő ilyen nagyon durván, nem? Mi arról beszélgetünk itt még a hírek előtt, hogy mennyit változott a szereplés az elmúlt 6 vagy 8 évben, hogy például Peti jelenete, amikor egyen vagy telefonáljon, az mondjuk hogy történt volna mondjuk 6 vagy 7 évvel ezelőtt, amikor még nem volt ennyire Facebook függő mindenki, nem volt ennyire erős az ítélkezés az emberek szempontjából, nem volt az, hogy ha én most döntök valamit, hazamegyek, ott egy fél ország megutál, és én azt mondtam, hogy szerintem 6-7 éve az előző szériában még inkább úgy döntött volna a csapat, hogy egyen, se úgy, nem úgy, hogy Peti telefonáljon. Olyan szinten volt félelem, mind a két szériában egyébként, hogy ki hogy viselkedik, illetve kinek mennyire sérül a megítélése, ha hazamegy, hogy ez kicsit így a kollektív hazugság része, és pont erről beszélgettünk, hogy 8 éve még valahogy őszintébb szereplés volt. Nem akarok nagyon filozofálgatni, meg ennél a műsornál talán fura is lenne. De vagy 8 éve kevesebb volt a kaja. Most szerintem ez tök elég volt, és inkább telefonáljon valaki haza a szereteihez. De szerintem elég, az a... mert végig panaszkodta mindenki. Szerintem a Balázsnak elég az a... Jó, én is, de... Aleska, neked egy bográcsgulyás, egy 6 literes bográcsgulyás lett volna. Neked az úgynevezett ökörészség, nem betegség. Szerintem azért van a Balázsnak igaza, mert pont ezt éreztem, és ezt mondtam is a riportszobában, hogy ez a csapat az elejétől fogva, ez a szeressük egymás gyerekek, megfelelés, és nem akarta senki a negatív ényét mutatni. Én úgy álltam oda, hogy negatív vagyok, nem baj, sót csinálok, sót csinálok. De ez nem a csapat hibája, ez úgy tudom, hogy ez úgy, ez a nagy társadalmi kollektív hazugság, hogy igen. Mindenki megfelel, mindenki kifelé kommunikál, igen, mindenki egy kicsit inkább mutatni. Foglalkozik azzal, hogy milyen lesz a megítélésem a műsor után, sem, mint hogy én valamire őszintén reagáljam. Aztán, hát aztán csak rá bólintottál te is, Éva, és látod, nem változott semmi, az előttél is ugyanúgy utálnak. Azért bólintottam rá, mert a Bárdos Andrásnak ott volt a szó, Éva, ez a műsor véget ért, te kimész, és arra gondolj, hogy mit fognak szólni az emberek. Ott a mondatot felraktam, úgy meg nekem kellett a kaja, meg minden, mert amúgy nem engedtem volna, meg két hete szerem, mert igazából pont telibe. Na mindegy. De ezért de hát jó. Te mondtad, hogy nem voltál éhes, tehát akkor minek, minek volt, tartottad akkor volna meg? A csokit, és meg a kávé. De, mondjad, Fáko. De a visszanézzük a 8 éve ezelőtt, a Angéltinában a Szilevegyi Meskén. Sokkal, sokkal a botrányosabb a csapat. Hát ott volt a... Erősebb önkontroll volt, igen, ez így van. Ott volt a Johnny, aki állandóan nem bírt a magával, de osz John. És amikor megérkeztem Dél-Afrikába, a dzsungelbe, és láttam a ízi csapatársaim, hogy itt inkább a szeretet, ilyen szeretet vonalát akarnak ízi fordulni. Ez nem feltétlen baj, én nem azt mondom, hogy ez baj, ez most egy társadalmi jelenség, hogy mindenki jobban foglalkozik saját maga megítélésével, és azzal a kollektív dologgal, amit gyárt maga köré, és ez igaz minden közszereplőre, minden emberre, arra is, aki nem közszereplő, mint 8 éve, amikor fontosabb volt az egyéni érdek, semmit az, hogy mit mondanak rólam, mert talán nem is volt ilyen indulat egy tévéműsorban, nem is volt ennyi frusztrált ember, aki egy tévéműsoron keresztül vezesse le az indulatát, most az Éván, egy Aleskán, egy Andin, vagy egy Pákón, ez 6-8 éve nem volt, mert az emberek sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Abszolút. Ma egy műsor az nem más, mint indulat levezetést. Igen. Igen. Nem azért utálnak, nyilván a személyiséged miatt is, de rajtad keresztül a saját indulataikat vezetik le. Mondjuk benned van utálni való is, Éva, ugyanakkor. Persze. Tehát nyilván, hogy azért sokan ezért, de ez egyfajta indulatlevezetés. Egyébként írtam egy mondatot, bocsánat, ezt felolvashatom, csak egyetlen kinek? Egy mond. A hivatalos oldalamra figyelj. De miért összetett hogy... szó van benne, miért kellett leírni? Nem, azt írtam az embereknek, akik annyira fikáznak engem, hogy örülök, hogy személyem segített sok családi munkahelyi feszültséget levezetni. Tökre kipróbálnám azt a társaságot, akik 6-8 évvel ezelőtt voltak. Tehát nagyon szívesen nagyon érdekes kísérletem. Elhelyezném magam. Igen? Igen? Most már lenne kedved egy ilyen nagyon egy még őrjön, még extrovertáltam. Igen, igen. Vajon meddig bírom? Szerintem az Andi megedződött velem, nem? Ez is neked köszönhető. Amúgy is érzett voltam már Szilveszter gazdával is. De nem úgy értem. Ja, hogy ő is nehéz az volt az igazi iskola. Tudjátok, fel is hívott, hogy húsikám, he, jó lett volna, ha én is hogy vagyok a csungába, he. Gratulált Szilveszter gazda, igen? Igen, igen, gratulált, és meg is hívott egy nagy disznőölésre is rögtön, úgyhogy... De pont akkor programod van sajnos. Sőt, hát már három disznót akkor levágtak, amikor nyert. Nyert az Andi, vágd el a nyakart! Ez nem a miénk! Igen, egyszerűen egy jó best-of-ot ebből meg lehetne nézni. Mind a négy szériából a leg
őrjöngőbbet, de hogy legyen ellenpont is, egy-két visszafogottat is, mint például az Andi, a Marian vagy az Andi, berakni egy Aurélio, egy Laci, egy Pákó, egy Éva. Imádnám. Három nagyon visszafogott, és 8-10 totálisan extrovertált, teljesen őrjöngő. Nézzétek, mi van a való világban. Az emberek inger küszöbe is egyre feljebb megy. Nem tudom, hogy ez kinek a hibája, vagy minek a hibája, de mondjuk egy ilyen celeb vagyok best of-ot egy szériába lerakni őket a dzsungelbe, nekünk semmit nem kell csinálni. Hátradőlnék, és azt mondják, hogy csináljátok. És lenne egy külön város, András, ahol celeb vagyok, vagy nem, vagy mégis, vagy de, vagy mégsem. Egyébként nagyon sok olyan kommentet kaptam, hogy az egész műsort én és a Balázs, illetve a Jani vittük, elnézést, ez ilyen promó. Éva, de nekem nagyon sok ismerősöm ezt szeretem, mondta. Hogy te itolod magad egyébként. Tehát, hogy neked még mindig szükséged van arra, hogy bizonyítsál, hogy mondd, hogy meggyőzd az embereket, hogy miattad nézték ezt a műsort. Hogy miattad, hogy egyszerűen annyira showmenek voltatok ketten. Ezőként azonosul valakivel. Azt mondja, szeretem ezt az Andit, olyan kedves lány, de bunkó, gyűlölöm az Évát, hiszen bántja azt az aranyos kedves lányt. Ha csak olyanok vannak, mint te, akkor egy nagy masszív őrjöngő, és viszont a néző azt mondja, hogy nem igazán tudok kivel azonosulni. Ha van egy jó karakter, mint az Andi, van a rossz, akkor innentől kezdve lesz egy mese, és mindenki azonosul valamivel, és népharagod vált ki, hogy vajon ki nyer. Tematizálja a közvéleményt, és azt mondja, hogy szerintem az Andi megérdemli, vagy az Éva megérdemli, mert azonosul valamelyikötökkel. Ha csak Évák lennének, ott felgyújtották volna a dzsungelt, és vége lenne a műsornak. Az első nap, miket onnan kilakoltattak volna, az biztos. Figyelted, ahogy felvezette egyébként a gondolatot, hogy Balázs, én és Jani. Magassági sorrendben. Amúgy visszatérve egyébként én a bátorság próbákat élveztem a legjobban, az volt a legjobb része ennek a kis dzsungelkalannak. Bár az utolsó, az a hangyás, az egy gyerekeknél, nem tudom, a Janit nem csíptem, mert én láttam, hogy a Jani is rárakta a kezére, de hogy én ott én olyan hisztiromot kaptam, és úgy meg akartam szerezni ezt a 10 csillagot, hogy az még azóta is bennem van. Aha. Nekem is az utolsó bátorság próbám volt a legsokkolóbb, azóta sem dolgoztam fel, hogy őszinte legyek. Néztem az első adást, ott is durva voltál, tehát ott is hisztisztél. Igen, és utána láttam, hogy a hírekben az volt, hogy kiszívták a nyakamat, tehát igen, valamelyik patkány nekiugrott a nyakamat. Nem, az egy cicizára voltak le. De az utolsó bátorság próbád, az még a dzsungelben volt, vagy már itt valamikor a barátoddal találkoztál? Nem mindegy. Igen, az is egy kaland volt, mondtam így. Na jó. Nekem, hogy gyorsan elmondom, nekem az volt a probléma, amikor az jöttem, a keletibe összefutottam egy keletibe, mert a vonata jöttél? Nem, pont arra a feleség, tehát összefutottam egy Gyorek bácsival, aki szóra azt mondta nekem, hogy a Pákó, miatt, de így kikéri magának, miatt ad éheznek a dzsungellakok. Ez olyan, mint hogy gyűjtjünk Izaurának, népharagot vált ki egy tévéműsor, aminek nem más a szerepe, mint a szórakoztatás, és emberek népharagot tud kiváltani, hogy valaki nem szeres sárga csillagot, hogy azért ez alapjában mekkora pszichológia, nem? És ő azon tényleg bosszankodik, és tényleg dühös át, hogy szegény Andi majdnem éjjel halt miattad, mert nem szereztek csillagot, meg azért legyünk őszintén, igaza van. Tehát sokat nem tettél hozzá a sárga csillagok megszerzésénél. Volt egy hazafutásod, az jó volt. Igen, meg azért halljuk őbe őszintén tényleg. Annál nagyobb igazság nincsen, mint hogy egy tévéműsornál demokratikusabb dolog nincsen a saját életedről, egy országról, a politikáról nem tudsz elkapcsolni. Ha egy tévéműsor nem tetszik, elkapcsolsz, igen. És így kész. Van, persze. Hát persze. Ez így van, abszolút. Na jól van. De megtettem. Hát igen, kis túlzással, igen. Hát ami vendet van, az kiért. Ennyi. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Este belevaló világ, ne felejtsétek. Ne, éva. Gyújtsátok fel. Már megint kezdődik. Megint kezdődik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Sziasztok. Vauli Pákó. Oreo pipa! 3-10 múlt, 4 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc van pontosan 10 óra, csak egy hozzászólás. A mostani riport is tökéletesen megerősíti, hogy tökéletes döntést hoztak a szavazók Andit illetően. Hello, Csabi. Jó reggel, szevasztok! Így van. És milyen csodálatosak élőben ezek a lányok. Hát picit máshogy néznek ki, ugye az a rohadt smink azért. De nem csak, valószínűleg nem csak a smink. Tehát hát, hogy minden. A haj, a ruha, a komfort. Éva is újra fonatta a haját. Igen. Csabikám, mi újság, de jó élőben. Hát látni. Igen, itt voltatok ezen a kis monitoron, de hát végre hazatértetek. Ki vagytok pihenve, minden rendben van. Olyan nagyot pihentünk, igen. Az elmúlt 6 éve medencéztünk, napoztunk, bejártunk. De hát az utóbbi 4 napban az utazás is egy pihenés, hátradőltetek a repülőn. Hát az lesz, hogy 10-től fél 11-ig összeélünk, és Feri megmutatja, hogy mit kell tudni Dél-Afrikáról. Hoztam a képeket, gyerekek. Hozta a képeket, amit 2 hét alatt bejárt. Krüger Nemzeti Park, kanyon, vízesések. És ezeket most éppen... időtök, megnézzétek a Feri képeit. Most
nyaralás fog ők megnézni. Melóztak végig, apa, ez nem egy nyaralás volt, és ami a legjobb, hogy most lesz két olyan heted, amitől sírni fogsz. Ugyanis 6 hét elmaradt az életedből, és most pótolni kell mindent. Igen. Tehát ma elkezded, az nincs befizetve, úristen, ez igen. Rossz. Már a hűtőgép elromlott, már a ház egy része még beázott, igen, bárányhimlő járványban a leveleket, meg közben ősz lett. Igen, igen, úgyhogy lesz teendő bőven. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, ha hívnánk. De egy csörög, persze, mindjárt. Miért nem? Bocsánat, a nap legjobb pillanatait ígértük, illetve ilyenkor az szokott lenni, kivételesen egy Csabinál sok játék van. Így ezt most nem adjuk le, leszoktuk, csak a riporttal kicsit megcsúsztunk, úgyhogy azt most elmarad. Beszélem ezekről a sok játékokról. Jó, mondhatod, igen. De úgy érzem, hogy ráérünk, elkezdheted, mert sehol senki. Ja, jó, a másik telefont intéz az Anna, hát ez belefér. 5 éves a Klassz FM, képzeljétek el, ezzel kapcsolatosan futnak most a játékok. Hey! Zene négy kerékem, közben megérkezett az Anna, de mondom. Zene négy kerékem. Ugye ez tavaly előtt is volt, a Whiteboy elindult a Klassz járgánnyal, bele is került egy szép kis dugóba most az M1-esen, de mindjárt odaért Tatabányára, úgyhogy a tatabányaiak készüljenek, figyeljenek. Minden órában lehet a legklasszabb koncertekre 4 darab belépőt nyerni. Menő. Olyanokra, mint a Piano Guys, a Havasi Szimfonik Koncert, Ákos, Hooligans, a játékkészítő. Király. És ez most Tatabánya. Nem csak, na majd mindjárt mondom. Na, már felmondandom van. Jó, gyerekek, hát ez most nem van ez így, hogy nem veszi föl a naphallgatója. Igen, szóval Tatabánya és környékem. Most Tatabányára megy, de nem csak azok játszanak, akiket a Whiteboy meglátogat, hanem országos szinten természetesen működik a játék, betelefonálni is lehet. Értelemszerűen egyik órában a Whiteboy-jal, másik órában velem lehet majd játszani. Magna Cum Laude 15 éves jubilómi koncertjére, Demjén koncertre, vagy az Eddára lehet jegyeket és nyerni. És mit kell csinálni azért, hogy mehessek ilyenre? Egyrészt találkozni Whiteboy-jal, válaszolni egy kérdésére. Tatabányán, Budakeszin lesz ma, de ezt mindig mondjuk, hogy éppen hol van. Vagy figyelni azt a dalt, amit én óránként megjelölök. Nice. Mert ezzel a dallal meg egy jó válaszsal, egy nagyszerű kérdésre adott jó válaszsal lehet nyerni a jegyeket, plusz még vannak egyéb ajándékok, az egészségünk megőrzésére is gondolunk, úgyhogy többek között például otóisépet lehet nyerni. Azt teszi, hogy ha otó is ott van, akkor az a harmadik nevem otó. És még egy... Mert hogy van egy fotópályázat, ugye 5 éves a Klassz FM, az 5 évben rengeteg olyan szép pillanatunk volt, amit a hallgatók meg is örökítettek kitelepüléseken vagy különböző rendezvényeken. Csak rendelkeznek a hallgatók olyan fotókkal, ami az elmúlt 5 évünkről szól, akkor ezt feltölthetik a klasszfm.hu/szülinap oldalra. Maximum 5 megabyte méretű lehet ez a kép, és akkor itt szavazatok alapján eldől majd, melyik ki a győztes. Így van, és ott jó. Is nagyon értékes nyeremények vannak, ezt is mondom majd. Az elmúlt 5 évből bármilyen fotó, kitelepülés, koncert, repülés, bármi? Bármi, ami a Klassz FM-hez köthető, vagy ami rólunk szól az elmúlt 5 évünkről. Akkor te is töltesz fel majd olaszországi nyaralásokról kérdezni. Így van, hiszen azt a Klassz FM biztosítottad. Csavikám, csak egy kis megmarás, hogy érezd, visszajöttünk, és érezd, itt vagyunk. Jól van, na tessék hallgatni akkor a kívánságműsort, tele vagyunk ajándékokkal, ünnepeljük az 5. születésnapunkat, ha valaki hallgatja az adást, úgyis nyerhet, ha valaki Tatabányán és környékén van, úgyis nyerhet, úgyhogy ajándék halmazok vannak, és ezeket mind meg lehet nyerni. Jó, 555-55-00, Csabi telefonszámmal szeretne valaki dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Ciao.